lássuk, lássuk, kíváncsi lesz, hogy milyen lesz a játék, meg hogy mennyire fog menni. Levadászunk mindent, hogyha találkozunk velük. Krakán, Megalodon, tessék, hogy bevállalod mindent, de leginkább amúgy a többi kalóztakra elkapni. Meg, hát kirabolni érted. Üdvözlök mindenkit a Bék szigetén, köszönöm, hogy most becsatlakoztatok, és remélem, hogy jelzni fogjátok a streamet, Kriszé mindenkinek. Nos, ha minden igaz, akkor be is tudunk ugrani egyből. Szóval, hogy túl hangos lenne a játék. Egy dolog nem tiszta nekem, az pedig az, hogy a mikrofonom az működik a játékban. Erre emlékszem, hogy a régebben ez mindig probléma volt. És hát, hogy lehetne letesztelni, hogy működik-e. Mert hogy ugye az oda kéne mennem más játékosokhoz, gondolom. Már van valami jó ötletetek, csak szóljatok. Szóval, hogyha van valami tervetek, hogy lehet letesztelni a mikrofont, akkor azt szívesen hallgatom. Szervusztok, skacok, szevasz, Jóacs. Pérsőt vásárolhattam, hogy nagyon fáj a szívem Forzát, meg a Sea of Teasert. Ezt megértem. Nem tudom, mennyi pénzem van a játékban. Múltkor elköltöttük már az összes pénzemet, ugye 700-800 ezer aranyat elköltöttünk Chesskinekre. Bár a játékban van egy minimális kompetitív rész, igazából van benne ilyen aréna. Nekem az annyira nem tetszik. Ja, szervusztok! Microsoft app miatt volt probléma, mi kivel? Ez mit jelent, Mati? Hogy érted ezt? Szervusztok! Hát a tesztel bemész itt gyorsan, én a Gameboy-t beszélsz, aztán kilépsz, jó? Jó, jó. Pedro, kösz szépen a 100 bitet! A hét első bitjei a kalóznak! Kösz szépen, haver! Kösz szépen a szurkolást! Simogi neked pedig köszi a 27. hónapot! Jézusom, fatter! Hát ugye aranyládát minimum átcsúsztantak a főnöknek! Köszönöm szépen, hogy engedett támogatás mag, sem hogy jelzni fogod a streamet, haver! Kösz szépen! Én nem vagyok Pirate Legend, nem. Én nem igazán mentem rá soha arra, tudod, hogy külön kincseket keressünk meg ilyenek. Mindig inkább a PvP-t nyomtam a játékban. Ott is leginkább arra törekedtem mindig, hogy feltűnésmentesen csak kiraboljam a hajókat. Jó. Oké, kíváncsi leszek. Oké, Adventure. Úgy látom, hogy fel vagyunk öltözve. Az öreg Sloop. Ja. Nem, hogy a streamer mód az bennmaradt. Anno úgy stream snipe-oltak a nézők ebben a játékban, hogy felosontam valakinek a hajójára. És megnézték a nézők a hajón lévő játékosoknak a nevét, és rájuk írtak privát üzenetben, hogy én a hajón bujkálok. Gondoljátok bele, ilyen szintekre alacsonyodtak az emberek. Durva mi? De szerintem berakták a streamer módot, és most már ugye ilyen random neve lesz emiatt a játékosoknak is nem tudnak rájuk írni az Xboxon. Ja, a Jack Sparrow visszatértes, ó, ennyi. Hát csak roomot kell, hogy szerezzünk. Ennyi. Nem tudom. Meglátjuk, hogyha nem nagyon találkozok senkivel, akkor és lesz egy Fortress, akkor lehet, hogy megpróbálom leszedni. Tudom, hogy egyedül nem egyszerű leszedni, de már egy jó párat leszedtünk, igazából. Meglátjuk. Igazából a fő tervem az az lenne, hogy helyisünk valakinek a hajójára régi szép időkben. Aztán amikor nem figyelnek, rápakolom az összes szajrét egy rowboatra, ugye arra a kis mentőcsónakra, és azzal elhajózunk és csáll elépek. Ezt nagyon adnám. Nincs kedve megszerezni az Ashing Curse-t? Kb. 2 óra megszerezni? Azt sem tudom, hogy az micsoda, hogy összete legyen. Karakter avatart lehet szerezni, és ez mire jó? Oké. Okay. Ez a kis levél. Egyből kaptam egy csomó cuccot? Festival of fishing is here and I'm seeking inspiring others to take part. Oké. Okay. Kivel kell beszélnünk? Let's you come and speak to me outside the tavern. Ön azt hölgyem. What's on the horizon today? Oké. Okay. Ez itt halászgatom kéne? Hát vihetek, megmondom a frankot! Come back when you're buying the grog. Én másra akarok halászni. Játékosokra, meg kincsekre. Valaki összefoglalja, hogy ez miről szól, azt megköszönöm. Hát azt mit kell csinálnom, ha csinálnék valamint. Kezdjük el felpakolni a hajót. Hát, hogy kell itt irányítani a dolgokat? Oké. Okay. Jó. Jó. Hol vannak a gombok? Jó. Fogunk tudni elrejtőzni, igaz?
Várj, volt egy másik elrejtőzésem is, ugye? Nem volt? Csak, csak ez van, ez a sleep. Volt valami elbújásom, nem? Deck hide. Hoppá. Oké. Okay. Ez elég komoly, hogy ezt a deck hide-ot nyomom be, akkor is eltűnik a nevem. Ah, na ez kell nekünk a hide. Hát ez nagyon kemény lesz, Jézusom. Ez régen ilyeneket tudtam volna nyomni. Ja, ez nagy lesz. Ez nagy lesz. Be lehet gyors gombozni valahogy? Nem igaz? Nem tudok csak begombozni. Oké. Okay. Így szoktál te is aludni? Questeket más gombbal nyitom meg? Tével tudok írni, melyik gombbal tudok beszélni? Nem. Egy gomba beszéd vajon? Hát ugye amúgy mindent átállítottam, szóval... Controller. Nem a controller kéne, tesa. Keyboard and mouse. Lássuk csak. Oké, auto move is van. Numlock. Oké, az F betűvel interact. Vagy az R betű. Middle mouse button. Left alt. Oké. Okay. Ja. Left mouse button. Q betű azt írja Quest Reveal. Mi a fene? Ez mi, hogy Quest Reveal külön is nem? Oké. Okay. Jó. Ja, itt van, Space. Jó, oké. Okay. Jó. Nyomom az ajtót. Meg kéne jelenni egy mikrofonnak? Chat, meg kéne jelenni egy mikrofonnak, nem? Hogyha beszélek. Tehát valószínűleg nem beszélek mégsem. Hát akkor hol van audio settings? Headphone. Hát itt be se lehet állítani? Hogy? Persze. De azt nem tudom beállítani, hogy melyik cucc a mikrofonom? Tehát ezt magától kell felismerje? Vagy mi? Player chat indikátor. Text to speech. Jó, ez mindegy. Halló! Ez nem jó, hogy nem látom. Nem jelzi? Akkor lehet, hogy mégis működik a mikrofonom? Mit gondoltok, működik vagy sem? Jelzi, ha beszélsz. Ja, nekem is így rémlik, hogy jelzi, hogyha beszélek, tehát aztán nem működik a mikrofon, igaz? Ja, nem akarom megváltoztatni, most már nők maradunk. Az emberek többsége amúgy se igazán rajzálja azt, hogy én valójában egy nő vagyok. Elég sok mindent megtettem az átalakulásom érdekében. Ne legyen nyilvánvaló a dolog. Őszinte legyek. Annó. Annója. Hormonok, még egy pár dolog, még becsúszott. Pusztít alkon volt a cucc. Nem, én valami Windows beállítás sejtek itt a háttérben. Én azt sejtem, hogy tudod, itt a Windowson belül kell valamit állítgatnom. Régen valami ilyesmi volt. Jó, felsorban jelezni, hogyha beszélnénk? Aha. Hát most például le van nyomva a gomb, és nem jelz semmit, szóval. Azt be kell állítani, hogy jelezzen a mikrofon. És ezt hol állítom be? Sima elve. Itt van push to talk. Oké. Okay. Player chat indikátor on. De hát az is be van állítva, szóval működnie kéne. Szerintem mindenképpen nem. Ja, ebben a legfurább azt tudod, hogy régen működött a mikrofonom, tehát majd magától állította a game. Vagy pedig a Windows-on belül állított át valami, ugye ez a játék, ez egy Windows-os, vagyis egy Microsoft játék. És nem tudom, emlékszem, hogy annó mennyi probléma volt vele, hogy működjön rendesen a mikrofon. Tornádó az lesz, elég vadban van az öreg kapitány, igen? A V betű nálam előveszi ezt. 1, 2, 3. Hú, Jézusom. Tényleg van ott valami nagy balhé. Nagyon érzésem, hogy nem lesz egyszerű ott még állnom a helyemet, hogyha oda megyek. Valami sanda gyanúban, ezt jelten. Gameplay settings. És mi ez? Toggle HUD on. Oké. Okay. Video view. Cinematic. Miért hoztál be ide engem, haver? Nincs is semmi. Ami nekünk kéne.
nem csak a megafon az nem arra van, hogy az idegenekkel beszélje, megafon az arra van, hogy távolról is hallják a hangulat. Például, hogyha az egyik hajóról kiabálsz át a másik hajóra. Egy külön eszközbe kell beszélni? Mi most már csak ebbe lehet belebeszélni? Ez komoly? Egy-kettő. Nem, chat, ez csak kihangosítja a hangulat, nem? Valaki nektek azt mondta, hogy ebbe kell beszélni, amikor más játékoshoz beszélsz? Ezt képzeld el, hogy a csávókám oda megy az ellenfelekhez, és izé, egy centiméterrel megafonnal üvöltözik. Háó, hallottam! És leordítod a fejét. Oké. Okay. Én megtaláltam, tehát az alta beszélnék, ha működne. Én megpróbálom átrakni a nyomógombra, hát akkor valahogy működni fog hirtelen, hát ha az altal van valami gond. Tudom, ennyi esélyt látok erre, de? Egy-kettő. Nem, semmit nem segített. Valamit a Windowsba kéne állítani, valaki tudja, hogy mi lehet az? Nem jelzik el a játék, hogyha beszélek? Akkor már csak azt kéne, hogy kitaláljam, hogy hol tudnám letesztelni, hogy működik a mikrofon, viszont lehet, hogy ebbe kéne ugrani abba az arénába és megkérdezni másodat. Hát abban én lenne valami ilyesmi, amikor legutóbb játszottam, és működött a mikrofonom, és másoknak kellett beszélniük helyettem. Úristen! Másoknak kellett beszélniük helyettem. Nem rossz a tornádónál a loot, és nem sok idő? Mit kell csinálni a tornádónál? In-game accessibility nézd meg. Miért? Mi van ott? Ja, csináljak így olyat, hogy bemegyek egy random hajóra. Random filles hajóra benézek. Megköszönök neki. Nagyon furra olyan eltérő vélemények vannak, valaki azt mondja, hogy nem jelzi, valaki azt mondja, hogy jelzi. Jó, azt mondom, nézzünk el ahhoz a tornádóhoz. Szóval lehet át még egy filles hajóra. De köszi, szóval nem gyereveszem a képernyőre. Forduljunk egy nagyot. Szerintem az izom memóriámban van az, hogy kell irányítani a hajót, mert amúgy most írtam fogalmam se lett volna. Meg kell ölni egy boss-t. Az Xbox társalkalmazásba kell valamit beállítani? És mit? Mi az, amit be kell állítani? Akkor működik a jó felsőben, egy zöldjel van. Sejtem. Remélem, hogy a Windows-on belül kijönne kapcsolva a mikrofonon, vagy bármilyen sem. Inkább attól félek, hogy valami nem kompatibilis valamivel, még ilyen hülyeségek. Valami őrület. Micro. Itt semmilyen beállítást nem látok, ami ezzel kapcsolatos lenne. Semmi. Semmi. Ja, értem, egy szóbuboréknak kéne lennie, hogy valami kis jelzésnek jól fel sarokban, amikor beszélek. Hogy miért lehet az, hogy nincs ott? Vagy nem tudom, hogy miért nem működik a mikrofonom, aki nem működik. Na, egy komoly FPS-en van. Nagyon látok senkit.
nem akarok most ezért YouTube videókat nézegetni. Leírod, hogy mit kell csinálni, azt megköszönöm. Indultak a paramuzsikánk? Mi fog itt történni? A szigeten kell, hogy kiszálljak? Vagy pedig a vízzel lesz valami pitty, hogy... Ez a szigetnek tűnik. Jézusom! Használjam a hajómat, chat! A balhéhoz! Állott valaki. Mi a fele ez? Dobol az egyikük. Ez ami sátánista rituálénak tűnik. Szétpattintják a hajómat is. Micsoda? Na jó. Mi nem tudok ezzel lőni? Mi a fene? Hogy kell ezzel lőni, chat? Miért nem engedi, hogy elsüssem ezt? Ha. Elállítottam valamit? Mi a fene? A többi az működik. Ezt újra be kell bindelni? Milyen név alatt van ez a cucc? Mi a fene? Mi a fene? Oké. Ura. Ez szigon puska. Kérlek, Bent, ez egy szigon puska. Kösz szépen, tesó. Jó, jó, jó. Jó, jó, jó. What's up? What a nice surprise. I wasn't expecting company. Én egész zorkóban van. Hé, hey, lehetünk barátok, hogy most balhézni kell? Halló? Hogyha zenélnék neked? Nyugodjál már meg. Disadvice. Tesó! Tedd le! Jó, kezdjük el. Mások mint bír. Látom, a tüzet, ezt, a tűz az annyira nem zavarul neki. Nem jött össze. Tudod a barátaidat is, ha? Egyedül gyáva vagy, vagy mi van? Hát le kéne öntönöm egy vödör víz előtt. Tüzeti sokád? Ez para. Csípés a lehet a nagyuká. Az mi volt? Jézusom, ez nem vicce. Jézusom, cseh. Micsoda? What the fuck, ad ide hoztatok a főbosshoz? Valaki azt mondta, kész, ez pár perc. A hajómat égeti fel? Hol a hajóm? Jó, a hajó most rendben van. Én nem fogom engedni, hogy közel kerüljön a hajómhoz. Azt mondja, ezeket az arcokat folyamatosan spawnolni fogja. Szerintetek ezt fogja hívani magán? Jézusom! Egyre többen lesznek. Shotgun kell, hogy... Shotgun kell, hogy szerezzek. Hát ez mekkora sebzés. Oké. Okay. Hát az emberi azok elég gyengé.
vagy anyukám! Jó, vissza kell, hogy vonuljak. Hát, hogy a zátonyra futott volna a hajom, remélem, hogy az azt jelenti, hogy sűrjünk. Látszik, minden rendben van. Nincsenek rendes hílelő cuccaim? Hey, wow, 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 wow! Tesó! Mi folyik itt? Jó, mert visszajöttem a hajóra, igaz? Nos, le kell, hogy szálljak. De majd nem lett abból komoly gond. Micsoda? Nem fogom tudni hílelni magam ezekkel a banánokkal. Azt közben valahogy jobb cuccokat kell szerezzek. Hol vannak hordók? Nem látok sehol hordókat. Zed, urancsa be! Jézus! Az ugrásokat ki kell kerüljem, azok nagyon-nagyon dirizselnek. Kis spanyai, azok nem sebeznek nagyon, de... Ha nem foglalkozok velük, akkor végesítőek elég gyorsan zavaróvá válnak. Mi a csiki-csuki? A robbanó szakértő? Mindig én voltam, tesó? Oké. Micsoda, ez túlélte? Azt hittem, hogy kaptam egyből egy valami ízét. Valami ajándékot. Aztán, hogy meglett. És panomnál nincs valami kaja? Oké, ez a királyok. Ja. Ez a banán viszont nem az igazi egyelőre. Nem szerezhetnénk, ott van. A víz nem használ? Jobb kaja kéne. Arra vagy, ez nem fogja hívelgetni magát. Ne, kifagytam a lőszerből. Holott állom ki egy ammóládát. Ez a spanyédet sebez. Lehet, hogy a tűzzel még hílelem is őt, nem? Még ki ez ilyen tűzes arc. Juh! Hát csak legalább láttam az élet csíkját, a HP-et, hogy mennyi van neki. Na, lenne egy elképzésem arról, hogy mit bír. Na, hogyha hátát sérzem, akkor nagyobbat kap? Jój! Jézus, mennyi kaja van ott, ez az, az kell nekem. Azt, nem látok semmit. Ott a felék, hogy ez a kis kardozgatás, ez nem annyira sokat segít, mint kéne. Gyerünk, gyerünk, szedd ki! Jaj! Égek, tesó, égek! Kell a kaja. El kell vinnem a hajom közelébe, mi? A shotgun-t kéne megszereznem, de nem akarok a hajómra menni. Jézus! Másik, hogy valahol ammót kéne, hogy szerezzek lőszert amúgy is. No! Á, nincs idő megállni. Mmm.
Jaj, vissza kéne... És tisztalnom a hajóra. Ja. Azt a mindenit, ez mekkora átüt egyből. Az még milyen láda? Talán az ammó lenne? Hogy az adna ammót. Nem, ez csak kaja. Jó, mondjuk a kaja, az kell. Egy volt! Gigi? Gigi, mit csinálsz? Mit vergődik? Megrecsent? Adod, hogy az elevenjene. Faszol az ügyütök. Mit csinálom kéne vele valamit, chat? Mi történik? Ez már a második fész, aha. Uff. És már nagyon sokan jönnek. Nem fogom hozni az egy kis hajót. Három fész van. Egy kétszer ennyi HP-ja van? Hát akkor nem hibáztatok. Köszönöm, kéne a shotgun-t. Nice! Elsőre. Nem! Nem szabad volna mégse ide jönnöm. Hol ég a hajó? Én égek, nem a hajó? Ne bászd a hajóban! Nem mehetek a hajóra. Iszonyat távolról is. És tébe csapja a hajót. Lőd ágyúval? A hajót szétpattintja. Nem váltottam át a fegyvert? Ez hogy lehet? Jujjujjujjujjujj! Hol lettek azok a ládák? Mert hogy valaki azt mondta, hogy Krisztus nagyon krényi lesz. Jajaj, akkor négyen játszatok, akkor lehet, hogy nem olyan rossz. Lehet, hogy tényleg csak pár perc. Nem megyek sehova, tessó! És álmodj! Oké, ez egész közel volt. Na jó, most valahogy oldjuk meg azt, hogy nem kelljen meghalnom. Ne! Hát hoznom kéne egy izé kis... csirkehúsit. Hát, ha megsíti nekem a néni. Ezek semmire nem megyek itt. Azért visszajöttem a játékra. A játékban azt egy boss fight-alom kell. Kös a hajó? És nem lehet futás közben enni, vagy mi? Ja, az nem gáz, az nem gáz. Jó, most átváltotta. Hol lett a nőci? Jön rá! Ahogy a nyukám! Itt egyre több arcot spawnolna be. Jézusom! Na most majdnem vége lett. Mi? Most már vöröset nyomat? Hát semmit nem látni itt.
Az a necces, hogy egyedül vagyok, ezért nincs ki hajóról ágyúzza őt, vagy bármi. Jézusom, hát ez mi volt, haver? Megvan kattanva! Kirepített az egész mapról engem. Az mert nincs kaja, nem készültem vele erre a harcra légé. Uff! De sőt, itt alig látom, hogy milyen képességet akar használni. Amit ugye amúgy tudnám, hogy mit csinál. Mivel sejtésem lenne. Hát ez meg a para. Jézusom, mennyien vannak most már. Akkor lecsap a földre, akkor fel kell ugranom, mint most. Egy HP, konkrétan egy HP. Konkrét egy HP. Nem mondod, lennie kell. Nem ezért jöttem, de mindegy. Nem tudok valamit csinálni, olyan sokan vannak. Remélem, hogy ez 1 millió aranyat fog adni. Sőt, 4-szer ezt szózzót akarok, így itt szólóba nyomom. Oké. Tartom. Visszalökött oda, honnan jöttünk. Ha jó, megvan? Egy távolabbra kell jutnom, amikor ezt csinálja. Jeez. Learn to show respect. Kifogytam. Baj, megint fogytam mindenbe. Nem mondom, mert itt is alig van valami kaja. Hát ez lehet, hogy csúcsú lesz. Szerintem van még ilyen hordó itt a parton. Ugye ez volt a maradék. Ugye ez volt az össz. Nem tudom, mennyire van értelme foglalkoznom a kis spanyaival. Szerintem túl gyorsan spawnolja őket úgyis. Jaj! Ez sem ez jaj, ez az egyik legnagyobb, hogy nem ugrok. Oh, félre, akkor vége van! Valahogy stratégiák kell, hogy változtassak. Most nem stratégiát, de valaminek változnia kell, hogy át kell vinnem őt a sziget túloldalára. El kell találnom egy ammóládát, és az ammóláda segítségével a shotgunommal folyamatosan tudnám nyomni neki a divizset.
Ott van, megvan. Na. Jó, itt fogom tudni kájtolni is őt. Jó. Meg vagyunk. Ne! Ne! Itt az extra kajáról. Köszönjük, hogy itt állsz, főnök! Köszönjük a segítséget! Akkor eddig elintézzel a fő gyilkos boss a Sea of Thieves-ben. Vannak még ilyen parabosszok, chat? Vannak még ilyen tornádók? Ajaj! Ajaj, igen. Meghallottam, hogy I blow you away, akkor tudtam, hogy ezt negatívan érti majd. Térnem valahogy oda felőre. Vannak? Szereztem kell megint kaját. Minél jobban kerülöm ki a képességeit, annál több időn keresztül tudom csapkodni őt. Minél több időn tudom... Minél több idő... Nem mondod! Pedig már pont megettem volna a cuccot. Feledje meg. Itt van egy player is, az azt jelenti, hogy vala... Hopp! Azt jelenti, hogy valahol a környéken jár, igaz? Meglátott ő is engem, láttam, hogy látott. Egyik havarommal megpróbálta megcsinálni ezt a szigetet, és túl közel jöttünk a hajóval, és olyan bombát küldött, hogy felrobbantunk. 3-4 ilyen boss van. Mikor visszatölt az élete, chat? Tűz nem működik, vagy a víz nem működik. Jézus! Vezetve nyár a környékén, kicsit szólnak meg a mappon. Hey brother, can you hear me? Chicken! Hey sir! Sir, can you hear me? Please talk to me! Jézusom, hogy néz ki ez az ember! Ez komoly. Valakit már az néz kinek. Oké. Nem tudjuk, hogy flag ma azért nem válaszol, vagy pedig nem működik a mikrofonom. Jártam az arakba! Pont megmentettem a hajót, Jézus! Majdnem bebuktuk az egészet, chat! Jézusom, az utolsó pillanatban! Az utolsó pillanatban sikerült megszerezni a cuccat. Viszont jön megint. El kell tűnni minden. Rám cél az, hozzá hagyd a jót! God damn it, bro! Mit folyik itt? Arra kell vigyem a jót! Egyedül nem lesz nehéz? Nem tudom, szerencsé, az egyik ember a chat-en azt mondta, hogy ez tök könnyű. Úgyhogy én meg okos voltam, tudod, ezt hittem neki egyben mondom. Igen, pár perc egyedül?
amit egyre jobbakat sebeznem, hogy... Muszáj ledobni a vasmacskát, aztán meg eljön a hajó. Igen, meg vagyunk. Hát csak egy fázis lesz, ha minden igaz. Beindult a zene, Jézusom, de adom. Gyertek el! Ez nem jó! De jó, hogy elvittük a hajót, Jézusom! Tesó! És hogy oldom meg? Jaj! Jó, csiki-csuki! Ez sem az erre szól, úgy érzem a mert, hogyha tényleg illenik a kiválasztott. Ne! No! Megint! Ne! Úristen! Jézusom! Ki lesz brutál durva. Nagyon jól néz ki amúgy. Átélni nem olyan jó. Hol lett? Túl sokig nem maradhatok mellette. Nem tudom, becélozni külön a szívét. I'm keeping it the show. Meg tartom le a gony. Jó. Gyerünk, már közel lehetek. Júj! Para. Nem tudok ugrani. Ez meg mitől lehet? Eltört a lábam az előbb, igaz? Gondolom eltört a lábam, ja. Kacak a lábtörés, ezt hogy lehet fixálni? Magától fixálni, addig idő után? Jézusom, mennyien vannak.
Jó, megvan, most már működik a lábam. Nyes, pont elkapott. Már villog a szíve, vagy nem tudom, valami villog. Nem vállalom azt, hogy égek. Nem vállalom, de mégsem. Jézus! Ennyien vagytok! Sok kell bele. Ne, nincs kajám. Elégek. Muszáj leoltanom magam. Van ki dodzsolni ezeket a genyókat. Tesó. Ez a nyukám, ha? Ja. Oké, nyugi! Most nagyon mérges. Nem be van durranva. Azonnal kaját kell, hogy szereznek. Így zó, annyit teszel. Hát ahogy itt ugrálok, gyorsan le van dolgozva. Annyian vannak. Meg ilyenek az ezek? Nem jön? Nem. Most jövök meg. Nálam kezdve legyen a kard, és akkor át tudtam volna ugrani. Sajnos nem sikerült. Ott volt egy másik hajó. Ó, komolyan. DJ Duncan, kösz szépen a 100 bitet, haver, Husika neked is, kösz szépen, hogy szurkoltak, és kösz szépen, Husika, beköszönted Betend Döt a szigetre, a legjobbakat neked, papi, Husika neked például azt, hogy köszönöm a támogatást, Goró neked, kösz szépen, kicsapta a 23. hónapot, Jézusom, fatter, na hát, ezek már madulósak a számok, szívből jó hála, és küldöd neked az öreg nőt, vagy nem tudom. Megint az utolsó pillanatban sikerült megmenteni.
Bia, neked is nagyon szépen köszönöm a támogatást, köszönöm szépen, mert 20 hónapig itt lesz a szigeten, és hát neked nem biztos, hogy az öreg nőt küldöm, hogy kitaláljuk. Kösz szépen. Hú, jaj. Meg kéne javítani a hajót, de hát nincs időm. Azt kell mennem a harc térre. Tényleg ott egy másik hajó. Hú, még milyen sejtető zene megy. Para, para, para. Tamás, köszönöm szépen a harmadik hónapot, haver. Happy Farm, neked pedig köszönöm szépen a 9-en. Hol vagytok? Én bedurran a zene, ez nem jó jár. Hol van a gazdátok, ha? Meg rendesen eltűnt. Ott van. Nem elfelejtkeztél rólam, ha? Már villog, már villog. Tudja, hogy rottyom kezd lenni. Először. Jó, a legjobbkor megkeltem ki, hogy elnézem. A legjobbkor értünk le. Na, vissza. Nem tudok mozogni, jó. Hova lett? Ne, nem tudom, hogy ez mit jelent, de nem tetszik. Uff, a legjobbkor. A legjobbkor hátráltam ki. Ez az! GG! GG! Yes! Get wrecked! Oh! Oh! Ne, a lábam megint eltört! A lábam megint eltört! Jó, GG! GG! Ez mind lelépnek! Na, csak sikerült szólóban is! Király! Az komoly! Hát ez nagyon durván nézett ki! Hú, végre egy kis nyugalom. Jó, szedjük össze a ládákat, aztán tűzzünk innen. Látom, hogy a távolban vannak hajók. GG. Ez volt ő? Ez volt ő. What the fuck? Hát ez nagyon durva. Hát ezt magammal fogom vinni ma. Ezzel fogunk PvP-zni chat. Ide kell hoznom a hajót majd. Jaj, jó, hát lehetok, most tényleg nincs időm. Összekeszedem a szajrét. Szerem a cuccot, vissza a cuccot, tesok. Jó. Gyorsan. Ezzel a ládával, ez fel fog robbanni az a láda megint. És kacsak, ezzel mit tudok csinálni, egy ilyen kattos ez a láda? Le kell öntenem vízzel. Hát ez nem tűnik túl meggyőzőnek. Ez így nagyon para lesz. Egész úton locsolnom kell. De nagyon sok ládikó van itt. Jaj, ja, erre gondoltam. Elég hamar ki tud fogyni. És hogy lehet újra tölteni azt a koponyát? Az a koponya 10k? Akkor nem biztos, hogy megtartjuk. Újra tudom tölteni valahogy? Mert ha igen, akkor lehet, hogy ezzel kéne PvP-zni, nem? Mert PvP-ezt használnom kéne. Tegyük be a vízbe.
közel van a hajó. Vannak még ládák? Kincsek. Azt akarom, hogy a harpunnal felhúzok mindent. Mindent beharpunozunk, az kész. Ennyi fért bele? Ez nem túl sok. Na jó, menjünk. Meg lett az összes láda. Ez egy összes cucc? Nem. Hm. Hát nem ér 10k-t, mert minél több tüzet fújsz ki, annál kevesebbet ér. Első. Milyen lehúzásra mennék itt amúgy? Ezt el akarom vinni magammal, mert ezt tudom, hogy... Tudom, hogy van benne egy csomó ágyugolyó. Jaj, nem fújja belőle többen. Amit most csináltunk boss fight, ilyet hol tudok még találni? Mennyi ilyen van? Lehet csatlakozni papi, jaj. Nem tudom már pontosan, hogy tudunk pacsizni, de megoldjuk. Eladom a szajrét, aztán mehet a balhé. 40 000 ez a kincs? Adom. Adnám, hogy ilyen bosszokat vadásznánk, persze közben az embereket. Még nem tudom, az a baj, tehát ez a koponya akkor lenne szuper durva, hogyha zsebre tudnám vágni. És értem, mondjuk felmegyek valakinek a hajójára, és ott csak fogom, azt elkezdem felgyújtani a hajót. Még értem, önöket csinálnék, hogy elbújnék a hajón, és sutyomban mindig elővenném, és mindig egy picit felgyújtanám a hajót. Adnám az ilyesmit. De az, hogy felsúnyuljék a hajóra úgy, hogy közben ez a kezemben van, ez nagyon necc. Mindig ez a piros cucc? Ja. Ja. Figyelem ezeket a tornádokat. Mennyi idő volt szinte, mire legyőztem? Mennyi idő volt? Fél óra legalább? Jó. Most menjünk a part mellé. 45 perc. Aki azt írja 45 perc, aki azt írja 25, aki azt írja 1 óra. Jó, szóval kb. 40 perc lehetett. Ja, de várjatok, egy darabokban van a hajón közben. Ajaj. Oké. Másra is megsérültünk? Igen. Ja. Oké. Ez nem sérült meg. Oké. Tűz. Akkor túl gyorsan megyünk, úgyis itt maradunk. Oda kell valahogy kormányoznom magam. Kéne majd ez a robot. Ez nem küldetés volt, ez egy boss, ez egy sima boss fight volt. Köszönjük, szurkoltatok. Kellett. Elnéztem, hogy megvan-e még a hajónak az alja. Úgy tűnik megvan. Így. És így ráfordulunk, tökéletes. Így ne. Úgy. Oké. Okay. És tudod, berobbantaná az a robbanós láda az egész hajómat. Az a robbanós láda berobbant engem, csináltak, felrobban a hajom? Akkor csúcsú van a hajónak? Nem mondod, hát ezt nem lehet. Ezt nem, ez az, igen, de, úgy van. Oké. Okay. Egyfajta boss, ez volt a legerősebb. Na, zsí. Kemény, egyből egy ilyen kalandot keveredtünk, de adom amúgy. Kis
visszatérő ceremónia volt. Köszönöm, mit csinálsz? Kell fel a nap, úgyhogy jobb lesz a sietek. Nem! Az maradjon ott. Az mennyit ér, chat? Megint egyetlen elhoznom azt a ládát? Ezt nem is értem, ez hogy ezt húztam fel? Ez teljesen máshol vagy, ez a robbanós. Behívlak, papi, meg vagy Xboxon barátnak? Hogy tudlak behívni pontosan? Xboxon spannak kell lennünk, igaz? De lehet, hogy már spannok vagyunk, nem? Hogy tudok játék közben behívni? Valaki írja le egyszer csehetek, hogy gyorsan még szerintem arra szajrét. 5000, ájjjjjjjjjj, 5000-re tetszett persze, hogy visszük. 5000-re ér, kockáztatok 40000-et. Tudod, hogy vagy ez? Aki mer, az nyer. Merjék vizet a jobb és tegyen be a vízbe? És az meg, meg is oldja, az elég? Nem fog menni. Ja. Jó, meg kipakolok. Ha? Nem, oké. Okay. Ezt manuálisan kell felhozzam. Nem, hogy ez nem gyújtja fel a hajót. Írd le, te nekem a neved is be... Hát, még már nem tudom, be tudok jelölni. Hát, előkészítem a hajót, és akkor gyorsan megírom. Hogyha kell menekülni, akkor tudjuk menekülni. Sült sírke? Na, végül kaja, lett egy kis kaja is így, izé. A mami meggyújtotta itt nekem a sírkéket. Mi ez? Jó. Párologtatja a vizet? Ez nem hangzott jól. Jó. Oké, okay. Jó, készen állunk az útra, igaz? Még a robbanó cucc nincs itt. És akkor még kell a robot. Jó, hogy tudom behívni őt? My crew. Invite friends. Oké. Okay. Nem tudom, hogy játszottuk-e már bármit az Xboxon. Játékomból nem lehet ember beívni, csak miért lesz bónusz. Komolyan? Bakker, nincs itt az emberünk. Várj, akkor ki kell néznem az Xbox applikációba, és ott tudom behívni őt? Ja, ja, ja. Írd le nekem a Discordon a nevet, és felveszed barátnám. Egyes nyom meg. És nem csinál semmi. Tudtam, hogy itt is lesz szajré. És még milyen szajré van itt. Miközünk innen gyorsan. Windows plusz G? Jó, jó. Megkukkantuk gyorsan. Behívjuk őt, utána berakom a robbanós ládát. És megindulunk. Útközben be tud csatlakozni. Szóval Windows plusz G. Semmit nem csinál, Shift plusz G. Az sem csinál semmit. Lehet, hogy leállítottam ezt az opciót, nem? Lehet, hogy nem csinál semmit. Lehet, hogy kivettem ezt az... Jó, maradjon is így! Maradjon is így! Keményen be lehet bújni a ládák közé. Várjátok, akkor kialtabolok. Xbox társalkalmazás. És akkor emberek keresése. Jó. Oké. Okay. Discord.
Ez az egész a neved? Ha? Barátod sem felelt meg a keresésnek. Ezek hogy lehet? Jó, mert ezek csak a barátaim, akiket ilyenkor kidob? Barátok és klubok. Jó, hol van a sima emberek keresése? Hogy bármikor használom ezt az applikációt, chat, hány ingerem van, hogy ez mennyire rossz? Az semmit nem lehet normálisan csinálni ebben a programban. Jó, hallod, leírom én az én nevem. Nem tudom, hogy fel tudsz venni. Meg fogsz lepődni, de... ja. Ez itt. Ez mind. Ez mind, papi. Ez mind. Miért leugrok, lehet, hogy... egy ötletem. Jó. Meg sem marad a víz valamiért. Mi ez? Ez mitől van, hogy eltűnik ilyen gyorsan? Amiatt, mert a közelemben van az a láda? Nem vagyok túl maga biztos, hogy mennyire éri meg nekünk ez az 5000. Én szeretem kimaxolni a lóvét, de hát szegény picit neccesnek tűnik. Lehessen elárasztani a hajót? Azt nem engedni a játékony. Egy halom vízben benne legyen. Jézusom. Nem jöhet senki játszani sztori. Duelre játszom. Vele van papi. Meg van minden, ami kell. Én tésztem szinte mindent, hogy útra kelhetünk. Jó, Noel megtaláltad az opciót? Tehát rá egy hordóra és nem for fel a víz. Igen, de nem is hűti le. Te is ijetsz, Noel, hogyha van kedved a moderátorokkal játszom. Tengervízzel csináld? Jó, várjátok, egyelőre ez így jó lesz. A tengervíz az hidegebb? Várjátok. Most kialtabolok. És akkor látok kéne valahogy, hogy Noel bejölt engem, igaz? Jó. Oké, hozzáadtalak. Jó. Oké. Jó, megvan. Jó. Nem tudom, folyamatosan rajtam van a para, hogy ez berobban. Jó, és most kell, hogy behívjam őt, igaz? Ha minden jól működött. Ha jó órára ragni az aljára? Jó. Jó, beírtalak a gépbe, tesó. Siess be, és akkor még izé pont megérkezel. Tengervízzel miért több? Jó, kirakom a hajó órára. Legalább látni is fogom útközben. Jó. Merre van az outpost? Hol vagyok én? Jó. Stronghold, disk... Ajajaj. Itt van Golden Sands outpost. Jó, nincs messze. Northeast. 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 Oké. Okay. Szemben akarom tartani azt a ládát, Chad. Szemben akarom tartani azt a ládát. Így. És útra fel. Útra fel. Oké. Okay. Csát, tesó, halasz? Jó, ki tudom próbálni, hogy működik a mikrofonom. Hányszor kezd leöntenem? Milyen gyakran kell ennek a cucc? Most például öntenem is reagált van arra, hogy leöntöttem. Nincs jobb pénzem, amúgy elköltöttem az összesen. Ennyi.
320 ezeren van. Ja, 750 ezeret költöttünk. Halló! Szóval millió körül lehetünk. Nem tudom, hogy később játszunk-e valami mással. Nem tudom, csinált, nem érzem, hogy ezzel bármit csinálnénk. Jó, mégiscsak. Jó. Oké. Okay. Sípolni fog? 2 perc alatt robban be? 2 perc? 2 percenként kell izélgetnem? Nyomkodnom? Jó, mindjárt ott vagyunk, ezt fogom először eladni. Ez a láda mit tud? Felrobban, meggyullad, még ilyenek. Parákat csinál. Röviden tömören, parákat. Nagy parákat. Cső, te hallasz engem? Hallasz? Nem hallasz, mi? Valószínűleg nem hall se. Halló! Valami nagyon nem jó itt a mikrofonnal, meg ezekkel a dolgokkal. Ez tipik az a szitu, hogy Microsoft csinálta a játékot is, meg az operációs rendszert is, és kettő együtt nem működik, csak hogyha állítgatni kezdnek. Ugye ott vagyunk. Szerintem lenne offolva a voice chat-em. Ezek az Xbox-os nevek? A stream sniperek miatt át kell állítanom a nevet, mert... Nem tudom semmi bájtani a voice, mert azt jelzi, hogy kontin vagyok. Nem is tudok semmi bájtani a voice-ot. Nem is lehet a játékon belül bájítani a headsetet, még ilyeneket, Noel. Őrület, vágod. Sajt nem lehet bájítani, hogy mivel beszélsz, vagy ilyesmi. Ezért szerintem valamit a Windows-on belül kell állítgatni, hogy jó legyen. Az ilyen, nem tudom, ilyen 2 IQ megoldás, hogy semmilyen bájítási opció nincsen a mikrofonnak, vagy a headsetnek. Ha beszélünk Discordon, de így is meg kell csinálnunk a mikrofon, mert más emberekkel sem fogunk tudni beszélni, mert feltétlenül nem halljuk más embereknek a hangját. Most adjuk el a cuccokat, Tapi. Aztán megcsináljuk. Szóval a stream sniperek miatt kell ez, mert a stream sniperek azok odáig lealacsonyodnak, hogy konkrétan látják a játékosoknak a nevét. Adott rendes alanyat. Szóval látják a játékosoknak a nevét, és rájuk írnak privátban az Xboxon belül, hogy ugye, itt tudom én, mondjuk rejtőzködök a hajójukon, meg ilyesmi. Hát tudod, ez amikor őszé patkánykodnak az emberek. Ez okoz neki körömet. A Windows plusz G semmit nem csinál. Jaj, ez már is fejlődött a védekezés és deserés, ez hosszabb deserés, köszönöm szóltál. Nézzük a koponya mennyit fog érni. Szerintem megtaláltam ezt a koponyát, de hogyha nem lehet újra tölteni, akkor valahol mindegy. Valaki figyeltem, hogy mennyi pénzünk volt? Ó, is 900-at kaptam érte, vagy még többet? Érdem egybe jönnek ki az összeget, mi az a sok különböző összeg. Már 1080 ilyen kék cuccom van. Gén bárki van nálad kapcsolva valószínűleg, és ezt voltam visszakapcsolni.
Meg kell kapcsolni a Game Bar-t, jó. 220 ezernél voltál? Oké. Na, akkor már most majdnem 20 ezeret kerestünk. Nem neki? Ez a tesókám csak, hogy itt maradnak itt az én nagy kincsek. Ez mi? Jaha, nem tudja kinek kell eladni, hát ezt én sem. Mondszik, ez valami kocsmai bal, azért balhé lesz. Ez mi van a kocsmában? Windows settings, meg game bar-ra keres rá. Ja. Akarod átváltani a képpontot pénzre? Azt szerintem egyáltalán nem éri meg. Régen átváltogattam. De nem éri meg. Alig kapsz valamennyi pénzt a képpontért. Ja, a Windows meg a G gomb az nem tudom miért nem működik. Valószínűleg kivettem, hogy működjön. Valószínűleg kivettem azt a beállítást. Magát a ládát is el kell tudnom adni, nem? Ennyi ízét felugró cucc van már a játékban. Aha, neki lehetett eladni. 5 darab kék pontot adott. A hajóban vannak? Hol van a hajón? Többet ér a W, mint a pénz. Ja, nekem is úgy tűnt. Van egy csomó nagyon durva skin a játékban, ahogy néztem, amiket csak ebből a W-ból lehet megvenni. Most az, hogy ez az 1000 sok vagy nem sok, 1100, ezt csak tudjátok megmondani. Ja, valószínűleg azt fogom csinálni, hogy ugye rákeresek erre a game bar-ra. Játéksáv, ezt írjam be. Oké, ezt látok. Hát, hogy ezt is az öregnél kéne eladnom. Nem. Neked? Nem. Ja, Jézusom, majdnem 30 ezeret kerestünk. Ez akkor tényleg kemény volt az a boss. Igen, Dublonnak? Dublonnak? Van benne valami? Nincs. Maradhatnak itt. Ja. Lehet, hogy csak akkor rákeresik a Windows-on belül arra, hogy... sáv. Nem? Game. Xbox Game Bar. Oké, okay. Felül bejött egy ilyen opciócucc, vezérlőmenü. Hang. Mint a hang ki lett volna kapcsolva. Lehet, hogy most már jó is lesz. Jó, most hallasz? Most hallasz engem, tesó? Tudsz beszélni? Úgy tűnik, mint ilyen most működne. Nem hallasz mi? Nem. Sem tovább tart eladni a szajérit, mint legyőzni a boss-t. Nem mit kapcsoltál be? Hát nekem is bekapcsolva. Hát ezzel a game baron belül, ahogy elnéztem, volt egy ilyen mikrofonjel, és az alatt nem volt kék csík. És igazából rányomtam, és lett kék csík. Hol lehet eladni, Chen?
Ennél a játéknál sokat kell vergődni a hanggal. Működjen. Sajnos. Ez mindig ilyen volt. Jó, hangvezérlés. Mindenbe van állítva a hangnál. Csomó minden opció megjelent itt most nekem. Csövegés, csoport, hang. Vezérlő menü. Van még valami extra beállítás, Chen? Amit látnom kéne. Ovindid a boros végeten a kocsmába? Nagyon igaz. Nagyon igaz. Majd van a dobozon. Jó, hogy ezt külön el kéne, hogy szállítsam valahova. Ajjaj. Általános fiókok, vezérlő menü, irányú parancsok, személyre szabás, rögzítés. Játék, engedélyezett mikrofon, oké. Játék funkciók. Parti csevegés, hangkimenet, alap értelmezett. Oké, lehet, hogy ez lesz itt a kulcs, hangbemenet. Jó, na remélem, hogy most működni fog, basszus. Ez egy adóvevő engedélyezése. Mi az az adóvevő, Chen? Várjátok, lehet, hogy most nem működni fog. Egy, kettő. Halló? Halasz most, tesó? Tesó? Van most hangom? Pont ide kellett hozz... Halasz? Halasz engem? Halasz engem? Nem? Á, Istenem. Fenébe. Pont erre a szigetre kellett hozni a cuccon. Ez nekem sem működött? Mert nem beszélünk Discordon? Azért, mert esetleg más játékokhoz sokhoz is szeretnék beszélni, meg szeretném hallani a hangjukat. Tesó, halad Noel, megjött egy másik hajó! Megjött egy másik hajó! Itt vannak más playerek! Tesó, megy a PvP, úgyhogy készülj Noel, nem tudom, hogy hallod-e most a hangomat. De indul a PvP, tesa! Gyorsan begyújtjuk őket! Nice! Halasz engem? Tesó, itt van egy másik hajó, a sziget másik végébe. Hogyha találsz a hordóban ilyen tüzes cuccokat, ilyen tüzes grátokat, azokat hozz, és gyorsan kinyerik őket. Jó, jó. Nem tudom, hogy miért nem működik rendesen a hang. Azt én sem. Elég idegesítő. Jó, engem most észrevesznek. Már hozza a gyerek a ládát. Megtámadom még gyorsan. Jó, jövök, én is tudom. Nagyon komoly láda van mára! Itt van a spanya is! Jó, az égőjét kinyírtam, lopom a ládát. Megvan a láda, viszont a ládát, tesó! Azt már viszem is, azt eladom! De próbál meg elkapni a spanyát, mert enged, hogy felévessze őt. Aztán ez valami öt rúdi helyből ez a láda. Gyerünk! Tartsd fel őket! A másperc is jövök! Látom, hogy erre nem számít a szegény. Úgy tudni gyorsabban haladni. Őri meg! Jó, meghalt! Nice, nice! Nézd be a hajójukra, és nézzük, hogy vannak ilyen tűzgyújtós cuccok. Vagy fel kell gyújtjuk a hajójukat. Nagyon, nagyon elküldött a... Ja, kell a izé. Kéne valami robbanós hordó. 1200 tesó! 1200! Azok nem tudom milyen izé rottyos szigetről jöttek, lehet, hogy hajléktalanok meg az islandjéről. Nem volt a legkomolyabb ládikó. Lehet, hogy izé patkánycsontokkal volt kirakva ez a láda. Hát jövök. Gyere. Nem, nincs senki tüzes cuccok. Mit mond? Te hallod őket? Én nem hallok semmit. Igen, de... Mit mond? Vagyok? Nincs kegyelem, halálkozz! Jó, én is hallom őket, menekül a hajóval! Gyorsan, rá kell ugrani a hajóra! Nice! Nagyon mondja. Jövök én is. Legyom gyorsan ízét a vasmacskát. Jó, jövök fel a PvP-t.
Nem érem utána. Aha, jó. Megvan a vasmacskát? Nice, dobtam még egy tizet. Megállítottam a hajókat. He dropped the anchor. Mászok vissza. I'm about to die. Ezeknek izé, hot mic vannak. He's up here. He's kill me. Kinyíltam az egyik őket. Itt van lent a másik a vízbe. Egy lát tudsz. Meghalt ő is. Nice. Ez te vagy? Jó. Igen. Várj, gyorsan keressünk valamit a hajójukon, amivel még lehet kártokozni. Itt van lent az ember. Jött vagy? Nyit ki őt, meghalok. Ó, vannak itt bújvelárák. Jövök. Az öreg, nem viccel az öreg. Meghalt. Nice. Kéne kaja tőlük. Jaja, itt van valahol a hordó. Csak nem tudom, hogy pontosan itt hol van ez a hordó. Ez nem az, itt van. Itt van. Nem volt tele kajával, nem volt tele kajával. Lent van banán. Gyújtom tovább a hajójukat. Éredni fognak végig, úgyhogy nyomnunk kell nekik a bizniszt. Alul is elkezdem begyújtani. Meggyulladsz, akkor itt van egy láda, amiben víz van. Az el tudjuk oltani. Nem tudom, hogy ők hol fognak éledni. Talán az jó lenne, ha belevezetnénk őket. Jó, újra életek. Az egyik hülyüket majd kinyírtam. Oh yeah, I'm gonna walk it. Nice. Mondta, hogy megöltük egész szegény. Elkapom. Jaj, most meg is hallom, igen. A spanyi itt van a hajón. Kinyírom őt gyorsan, jó, megvan. Nice. Hogy kéne elsőt? Mennyi idő alatt fog ez elsüllyedni, chat? Nem tudom. Kezd széttörni az egész, de ez nem tűnik túl gyorsan. Az olyan, tudom, hogy a vízdapáltalás az én nem segít. Megint van egy tag, de ez gyorsan kinyírom. Meg is van. Hogyha tudsz, válts át sátgára, az itt nagyon durván erős. Van itt egy pár komoly cucc. Jaj, azt mondod, töntsd le magad. Vagy még haja a hajón, hogyha kéne. Jaj, jönök. Le van dobva a macskát, de nem is süllyed a hajójuk, hogy őszinte legyen. Egyáltalán nem süllyed, nem is értem. Jaj. Viszont a tűz, mintha már egyre nagyobb lenne a fedélzeten. Nem tudom, hogy ezzel mit érünk. Ez a baj, hogy... Ships still not some. Ne nézzem, hogy itt van valamelyik őjük. Jövök fel. Nézzem, hogy van-e... Talán túladán. Robotjuk. Nincs robotjuk, ahogy elnézem sajnos. Végül abba bele pakolhatnánk a kincseket. De csak megrecsen. Azt mondják, hogy hirtelen fog elsüllyedni. Jövök. Itt vagyok, jaj. Lehet, hogy most meggyújtottál, aki lehetni téged is, a testemmel. Hozd le a tizet. Valamelyik itt mindig életben van. De nagyon rottya hajó amúgy, látszik, hogy izé kívülről. Én two on fire. Meghaltam. Nem para. Ha tudod, hozz ide a hajót, ahol vagyunk. I killed one of them. Most megy föl. Az egyik. The other one killed me though. Ja, gyorsan kiértem őt. Szegény. Most már az egész olyan nagyon lánga. Ki kéne mennem a hajóból, amíg elsüllyed? You should be able to go to the fire. Azt értem, aztán nem tudják elolgatni. Viszont folyamat kvétsen a karakter, amíg ilyenek. Ez az egyik ők. Most majd meghaltam, basszus. Nagyon közel kerültem halálhoz. Mik egy HP-szituk. Jön a spanyol rám. Nagyon baj, kifogytam. Jaj, ne! Én is meghalok. Jó, most már szétesik a hajójuk szépen lassan. Jó, nem az a hajót, inkább oda futok hozzátok. Nagyon durva nyék, nem Jaj, ne! Igen, meg fogok halni. Most én is meghalok. Nem, nem fogja tudni ilyen. Hogy mi az a kaján? Jó, már nincs több kaján. Ne, meg is haltam. Jó, darabban van a hajójuk is, most már süllyed. Szerintem már süllyed? Hold my sapphire. Ha ott vagy, kezd el ágyúzni azt. Nem, úszok felé. Azt mondják, hogy van náluk valami olyan koponya, amivel be tudunk indítani egy eseményt, ami 100 000 aranyat hoz. Úgyhogy az mindenképpen kell. Ez valami szuper durva cucc. Jó, az egyikejük meghalt a tűzbe. Nice.
Ahogy én megérkezek, elkezdem ágyúzni őket. Ez az egész hajuk ég, amúgy az alsó rész, az, az bevizezték, de... Most fog feléledni pillanat múlva. Mi volt ez a hang? Várjál, mi hajók az nincs? Úristen, hogy lángol a hajójuk. Visszam oda a hajónkat. Le van dobva, mi van a macskánk? Nincs, igaz? Szerintem nem tudom. Jövök, jövök. Szerintem ez már elsijednek fullban. Ebben, ebben legalább ott lesz a hajó, hogy összelapátoljuk a... Egyik őket megvettem. Nice, nice. Mennyien vannak összesen? Hárman vannak, igaz? Ez egy briganti. Szerintem talán hárman, de lehet, hogy csak ketten. Ezt a korán is jöttek vissza. Oké, már majdnem ott vagyok a hajóval. Jó. Ut a ládával, hé? Próbálj menteni? Fuck. Nem tudom. Itt túlszik előttem a vízben, ugye megadom. Jó, meghalt. Nice. Jól jövök az ágyúval, majd ugye elkezdem ágyúzni. Jól jó. Hát ezt most már tudtél, hogy nem jelentik túl. Ja, ez full víz. Rendesen rajtuk ütöttünk. Meghaltam, hogyan? Itt volt mögöttem. Kiugrott a csávó égve a hajóból. Szegény. Jó, elsüllyedt a hajójuk. Az azt jelenti, hogy ki kell nyírnunk a tagot. Igen. Mert a tag az izé el fog bújni itt valahol most. Átváltok Sotiról akkor. Nem látom a playert egyelőre. De nekem is vissza kellett váltanom Sotiról valószínűleg. Ugye azt mondja, hogy ellopják a hajónkat valami. Valószínűleg a szigeten elbújt a tag. Nem látom, hogy bármit elvittek volna egyelőre. El tudod kezdeni a hajóról behárpúnozni a szajrét? Most jelentem újra, jövök, aha. Ott mindjárt megjelenik a víz felszínén a szajré. Az egyikük itt van a szigeten. Van ott player a kincseknél? Itt van a hajónkon. Ami a hajónkon jövök? Mind a kettő itt van. Örülj meg! Ne, engem megtámad közben egy szápa, de mindegy. Egy meghalt. Nice, nice, jövök, jövök. A másik is meghalt. Nice, 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 nice. Elkezdem kifele vinni a szajrét. De akkor viszont meghaltak, nem? Nem biztos, mert lehet, hogy volt egy harmadik, én valakit a part felé láttam mozogni. Viszont vigyáznunk kell, mert a vízbe egy csomó cápa van. Rajta most kettő is rajtam van. Minden rossz irányt lesz. Mindig ott van a sellő, az elég nyugtalanító. Három darab cápa van a vízben, mi a fene? Jó, visszaugrok a hajóra. Jó. Lehet a koponya is. Hát nem jó a hárpum. Nem tudok olyan szögbe ránézni, és ott van három cápa, az komoly. Ja, küldöztek az előbb. Jó. Hát nem tudok elnézni eddig a izéből. Bennek rád vissza. Úgy orsan úsz. Jézusom. Júj! Hát legalább meglökött, rendesen közelebb kerültem, vágod? Hogy az egyikük az próbált menteni egy koponyát, mert az itt volt a hajó mellett. Aztán meggondolták magukat valószínűleg, az üvöltek vele, hogy inkább megtámadnak minket. Várj, hogy gyorsan megfordítom a hajót. Elfordítom magunkat a kincsekre. Jó. Kezd el húzni, én pedig odaugrok, hogy többet tudjunk hozni. Ja, fullos, fullos. Hogy el... Az ő megtörtént, hogy valamelyik ők elbújt a szigeten. Ja. Erre vigyázni kell. Fú, hát most téged támadnak a cápák. Nem tudom, ki tudod-e őket nyírni. Két ütésbe meghaltam. Ja, nagyon-nagyon sebeznek. De ezek valami szuper cápák amúgy. Az étnik volt valami a hátában. Szétnéznek lehet majd a hajón is, nem kiderül, hogy valamelyik itt bujkál. Jó. Az még komoly meglepetés lenne. Ja. Az mekkora lenne ott. Nem gyorsan hátpúrnozni a szajrét. Ez ebben, ami fixen kell nekünk, az a bizonyos koponya. Ez meg is az van. Az melyik? Milyen színű? Ilyen... Ezt ide rakom a térkép szobájába.
ilyen vörös szemű, vörös festékes cucc elvileg. Ennyi lett volna a kincs? Hát, hogy csak ennyi kincs volt náluk. Benne biztos. Igazából egyet eladtam, egy ládát. Meg azt hiszem volt még kint ott a parton is loot még. Ja, oda kivittem egy ládikot, abba ilyen kis ordók vannak, ja, ilyenek. Hogy mi az ágyugolyok. Vája, oda kormányzom magunkat. Mert benne biztos, hogy... Az is lehet, hogy eladtak valami süttyom, amiközben ment a harc, amikor az elején a hiba lett volna. A harc helyett a ládákra fókuszálni. Hát másik, hogy lehet, hogy jönnek vissza. Lehet, hogy bosszot akarnak majd állni. Van egy durva chest, ezt adom. Jó néz ki. Ott maradt az úton? Aha. Akkor az hiszem, hogy a Strix az övéig van. Lehet jobban megéri eladnunk ezt a koponyát sem? Lehet jobban megéri. Miért mennyit ér az a quest vagy micsoda? De elméletileg, hogyha megcsinálnánk, akkor ilyen 60-val kezdi, 60 ezerből kezdi, 100 ezerbe. Amint valami szuper nehéz az egész, szóval lehet, hogy... Mert túl sok idő lenne, meg minden túl kockázatos, mert ilyen fényeket kell gyűjteni. Tényleg amúgy volt valami kék kristály is, ezt kimentetted? Kék koponya volt, az megvan? Nem, egy ilyen ametiszt volt. Ja, azt nem. Ez mennyit ér ez a láda? 117! Jézusom! Ilyen lehúzás. Több mint 100k? Hát azért az nem hangzik rosszul, főleg úgy, hogy 100 ezeren van. Ja, hogy lehet, hogy azt mégis meg kell tartani. Ez melyik ez a koponya? Ott van a térkép. A basztobába. És ott az egyik szekrényre ráraktam. Néztem azért, hogy milyen boss ellen nyomtad, ez nagyon komoly volt. Ja. És az is az 30 ezeret ért. Ja. De van fortress, ahogy látom most is. Ja. Ez a koponya mennyit ért, se tudja, eladom. Én nem megcsináljuk a feladatot, nem csak eladom. Őrülne 200. Hát akkor viszont lehet, hogy legyen, hogyha megpróbáljuk a 100 000-et. Vagy ha mondjuk érne 10 000-et. Na, hol is meg? Hát mondjuk jól néz ki. Ez az Ashen Keyhez kéne egy kulcs. Az nem volt? Elméletileg valahol lehet venni kulcsot itt a kocsmánál. Ahhoz. Mert ebben van azt hiszem 3 cucc, és azt is el lehet adni. Ja. Á, koponya nem sokat ér, csak akkor, hogyha használjuk. Mégis megpróbálhatjuk. Az egy nagyon nagy kaland lesz szerintem. Ja. Ismerve ezeket a csiki-csiki dolgokat a játékban. Még ilyeneket kell, akkor elvileg csinálunk, hogy villámcsapástól kell, hogy meghalj. Meg kell, hogy így, meg ilyenek. És akkor el kell menned a szellemhajóra, és ott ki kell venned a lángot a hajóból. Uh-huh. És különböző színű lángokkal kell felszerelnünk a hajónkat, és akkor utána kell valamit csinálni. Most mellett a csajtól lehet venni a kulcsot. Ja, és a Reaper flaggel kell megcsinálnunk ezt a küldetést, ami azt jelenti, hogy végig látszódni fogunk a térképen. Aha. Mennyit is ilyen az, hogy eladjuk? Eladjuk akkor ilyen 15 ilyen kék pont, vagy valami hasonló, szóval ilyen nagyon nulla. Az a kék cucc. Van. Hogy kell aktiválni a koponyát, Chad? Egyszer majdnem megcsináltam ezt szólóban? What the fuck? Felkes. Lehet nehezítettek rajta. Ja, meg valaki ilyet mondott, hogy fel lehet húzni ilyen szintekre, és hogyha az 5-ös szintre felvisztük, akkor ami 350 ezeret is kereshetünk ezzel. Ami viszont már ilyen ultra meg a giga durva lenne. Nekem rossz. Nekem egy ilyen, tehát nekem a legnagyobb, jó mondjuk akkor ez már nagyon régen volt,
És akkor még sokkal nehezebb volt pénzt keresni a játékból, de nekem valami 100-150 ezer volt a legnagyobb menet, amit eladtam egybe. Az is olyan volt, hogy össze-vissza rejtegettem szigeteken a kincses ládákat, meg minden is végül ilyen, nem tudom, 50 darab ládát adtam el egyszerre, ilyen iszonyan sokan. Szóval, ez meddig adtad? Másfél óra? Hát, az nagyon durva volt. Volt, amikor egy csomó ládát is vesztettem, mert átváltott az egyik szigetről, vagy átváltott a szerver, és akkor eltűntek a ládánk. Volt, hogy lesz streamsnipolták a ládáimat, és ellopták. Ez kellemes. De úgyhogy már ilyet nem csinálok, hogy elrejtem szigeteken a ládát, pedig amúgy ez lenne való a lényeg, nem a játékban, hogy izé. Fogod és ilyen szigeteken akár mondjuk te is el tudnád adni a kincseket, ez mennyire menő lenne. Ja. 600 ér csak. Olyat a legegyszerűbben megcsinálni ezt a koponyász utcacset. Úgyhogy kettőnek is sikerüljön, és mondjuk ne legyen 12 óra az egész. What's on the horizon today? Sok market. Látok itt ilyen kulcsot. Eladom a ládát. Hol lehet az esélyt itt megszerezni? Go wherever the wind carries you. Ez a sima láda nem fog sokat érni, nem? Hát az nem, az nem. Jajjajjaj, csak simán add el. Ez néha arra tud jó lenni, hogy fogod és abba cipeljük az ilyen kisebb cuccainkat, hogyha az adott esemény nem ad olyan sokat. Amúgy azt mondják, hogy megpróbálhatjuk. Elméletek, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor egy ilyen óra alatt meg tudjuk csinálni. Megrosszabb esetben, hogy két óra, hogyha megtámadnak minket még ilyenek. Jó, ezt valahol fel kell vennünk egy küldetés chat ez a Fort of the Damned-es dologhoz? Össze kell gyűjtenünk a lámpásnak a színeit. Lehet, hogy az lesz a leghosszabb idő, ha bár nem tudom. Szóval bele kell kormányozni magunkat a viharba, az fix, hogy a villámok megölhessék valamikünket. Fel kell gyújtanunk egymást. Nem is kell küldetés hozzá. Jó, hangzik. Hája, hogy csináljuk ezt? Hát szerintem akkor kezdjük. Van nálad ilyen tüzes cucc? Pont most találtam, aha. Na, hát akkor tedd meg. Bárja, ez nem a tüzes volt? Az ilyen golyós. Bárja, szedj fel földről, én adok neked egy tüzeset. Föl tudnak revive-ol, ha? Jó, ez is amúgy komoly, hogy mennyi énéket a játékba. És csak itt van. Ez az. El tud venni a kezembe. Aha. Mehet. Ja. Most majd eszedj fel. Jó. Ja. Csak. Olyan is kell, hogy megöljön minket egy player? Hát ez nem ez van. Fú, hát akkor az... Olyan, az tényleg lehet, hogy csak annyi felugrok a hajójára. Ja, aztán hagyj jöjjön meg. Szerintem egy szerveren vagyok veletek, jövök hozzátok, segítek a fordba, háromszor megcsináltam. El kell a segítségnek, ez szépen. Ez király. Ja, ne segítsenek ilyen tényleg chat, még hogyha a chaten írtok. Nem kell a babysitterés. Jön, segíten. Jaj, ez mi volt ez a hang? Tessen megrecsent a hajó. Hogy iszonyat zarálul néz ki ez a fény. Ez a tüzes fény. Várjál, igen? Ha berakom, nézd meg. Berakom ezt ide, a lényeg az, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy ne rakjuk ki. Vagy ne szedjük ki a fényt, ugye? Opa. Csinál megint? Lehet, le rányomtam pont.
Jó, elvileg megvan. Ez elég jól néz ki. Ja, ja, ja. Mik vannak még, Chad? Gyors még emlék, ha jeljéreztem eltünk. Ja. Ja, ja, amúgy valószínűleg az... Ja, 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 mindegy, ja, ja, azt tegyünk össze, hogy csinálunk a szigetről. Ha jól tudom, az a boss fight, amivel ugye... Végül ugye... Meg tudjuk csinálni a követést, az ahhoz sok cucc kell majd. Villám kell, player kill, tűz, cápa és csonti. Jó, szóval egy csontváznak is ki kell gyerni a minket. Hát a player kill az olyan lesz, hogy valószínűleg, hogy csak elhajózunk valaki mellett. Egyikünk átugrik, direkt meghal. És akkor meg is vagyunk. Yes. Többi az, az nem szóval nehéz. Amit jó, ha tudsz, ezt így gyorsan elmondom. Nagyon rosszul vezetek, tehát azt ne akarod. Jó, nem para. Köszönöm én a hajót. Jó, jó. Sok mindent találok a szigeten egyelőre. Na, Lighty a lehozata. Az a baj, hogyha látják a hajónkat, akkor tudni fogják, hogy mit csinálom. Uh-huh. Az gond. Mert látják a színeket, és ez egyben nagyon levágos, ugye? Jó! Másik meg, hogy utána, ugye amikor megvagyunk, még el kell adnunk a szajrét, és az sem biztos, hogy túl egyszerű lesz. Már megint az lesz, hogy izé... 100 darab ládát kell, hogy elhozzunk. Kígyó halál is kell? Hát ezeket, ezek mind egyszerűek. Maximum a player halál lehet problémás. Ja, csak oda állsz a kígyó mellé, aztán megadom. Ja, ja, az kinyír. Az, az nem gáz. Viszont, hogy interaktálni kell... találtam. Megtaláltam azt a kis stories tudsz. Ja, amúgy egy csomó tudsz van a hajónkon, hát most esik le. Azokat a, az ágyúgulyos láda elé felsorakoztattam egy hajom ilyen, halom ilyen tárolót. Azok mind tele vannak cuccokkal. Van egy hajó. Hát jó, azért azt nem mondanám, hogy tele vannak. De vannak, vannak cuccok. Jó, jó, mégis is sok cucc, meggondoltam magam. Fuck, azt hittem jobban tele lesz. Jaj, ja, itt vannak, igazából csali van egy csomó. Meg ágyugolyó ugye, ami jó jöhet persze. Ó, de meg mennyi ágyugolyó? Jajjában nagyon sok van. Nem tudom, mennyire éri meg viszont belepakolnunk az ágyugolyók, mert nem tudom, hogy mennyire éri meg kivenni innen a cuccainkat, mert hogyha elsüllyedne a hajónk, akkor ugye ezek a ládikók megmaradnának. Viszont valahol, hogyha elsüllyed a hajónk, akkor bebuktuk az egész küldetést. Ja. Ja, meg a robotban is vannak cuccok, amik itt vannak a hajó végébe. Be is van egy csomó minden. Csomó kaja, meg ilyesmi. Sült hal, tüzes cucc. Ó, én már bejött, bele is ültem. Úgy, ezen is van harpoon, ez de jó. Hmm. Egy gyűjtsünk szajrét a szigetről, biztos neked, miért laggoltam. Ja, nekem is néha. De azt mondják, hogy össze kell gyűjteni 5 fényt, és a rituál kult, ami megvan, skált, miután kivilágítod, tehát a fényekkel a szobrokat, megnyílik egy ketrec, és oda kell a koponyú, utána jön a buli. Jó, ezeket a fényeket akkor majd el kell vinnünk ugye erre a szigetre. És ez hol van? Ez elvileg itt van valahol a közökben, hogy azt mondom, az a neve, hogy Fort of the Damned. És akkor ott beindul a balhé. Legyőzzük a boss-t, és jöhetünk is vissza ide. De akkor most, hogy megöltelek az előbb, akkor meg is kaptuk az egyiket? Hát a tüzeset. Viszont egy idegen playernek is ki kell majd nyerni engem. Vagy téged. És akkor, hogyha megöl, akkor ugye arról a szellemhajóról a tüzet el kell hozni. És akkor, ja. Azért rakjuk a hajónkra ugye a fényeket, a tüzeket, mert onnan tudjuk majd akkor beszállítani a szigetre, ahova megyünk. Aha. Jaj, jaj. Azt csináljuk amúgy, hogy megindulunk, keresünk egy szigetet, ahol van kígyó. Meg ott is kipakolgatjuk ezeket a ládákat. Ott is keresünk kaját, még ilyeneket. Vártam kaját, mehetünk ahol. Jövök. Ja, viszont a rossz hír, hogy elvileg más játékosok végig látni fogják, hogy mit csinálunk. Nem fog élni, fekete koponya az égen. Tiszti úgy.
Illetve valaki azt mondta, hogy ez a Reaper emissary cucc is kell. Ez mit csinált? Ez nem egy küldetés, akkor minek kell kiraknunk azt a PvP zászlót? Jó, egymást ki tudjuk nyerni robbanó hordóval, azt mondják, hogy nem kellene mi. Az igen? Akkor sima. Azonnal. Jó lenne, hogyha minél feltűnésmentesebben csinálnánk. Az a baj, hogy ugye mindig le leszünk gyengülve, mert ugye harcolunk, ezt viszont ilyenek. Ja. Hát igazából csak találunk egy szigeten, ahol van egy kígyó. Amit tudom is, hogy hol vannak. Van egy ilyen sziget, hogy Snake Island, lehet, hogy oda kéne elmennünk. Ugye meg kell találnunk a vihart mindenképpen. Azt nem tudom, hogy ezt hogy láthatnánk. De nagyon nagy a világosság. És csak? Tehát abban az irányban van a vihar, nem? Már mindjárt mondom, south-south-east. Lehet, hogy a viharba kéne bemennünk először, mert az megrecsenti majd a hajónkat. Aha, az mehet amúgy. Ja. Na most tanulok, mert én annyira rosszul vezetek, hogy ezt nem hiszed el, de komolyan. Igazából ugye mindig csak arra kell figyelni, hogy melyik irányba áll a kormány, mert a hajó... Tehát amit a legtöbb ember szerintem, aki újabb a játékban elhibázik, az az, hogy amikor már kanyarodott, akkor úgy hagyja a kormányt, és nem állítja vissza egyenesbe. És ugye, amíg nem állítod vissza így, ez az arany cucc legyen felül, addig tovább fog kanyarodni a hajó. Másik, hogy most bemegyünk a viharba, és a viharba összezavarodnak az iránytűink, és a kormányt végighúzni fogja a vihar. Tehát végig valamelyikünknek a kormánynál kell állnia, a másiknak meg fel kell menni a Crow's Nestbe, és elő kell venni a kardot, és meg kell halni. Fölmegyek a villántól. Ja. Csoki. Emeld majd meg a kardodat, aztán a jobb klikkel, vagy valami ilyesmi, és akkor jönni fognak a villámok. De így le fogok ugrani. Jóvisan. Valakinek ugrál a stream előre-hátra, akkor a bájításokhoz menjen be, és akkor ott lesz egy olyan lassú késeltetési mód, és ezt ki kell venni. Nehogy engedem meg a Stream Sniper. A Stream Sniper-t bereportáljuk. Baj van. Ezt nem tudom, hogy most a Kraken lesz, vagy szellemhajó, vagy megalodon, de valami lesz. Ez mennyire durván. Ja, mi legyen? Megpróbáljuk megölni, vagy lelépjünk? Hát le tudunk lépni. Persze. Akkor menjen. Most csak a kvesszel. Vagyis hát azt nem, hogy le tudunk lépni. Most így belegondolok. Jó, hát figyelj, én adom neki. Nem vagyok benne biztos. Tekintve, hogy szembeszél van kb. Ez nem túl ritka megaladon, amúgy ez nem is lenne nagy lóvé. Van egy megaladon a játékban, ami ilyen szuper ritka. Az olyan, hogy Shouted Ghost. Uh-huh. Nekem már csak azt kell megölnöm, de sajnos ezt még egyszer nem is láttam a játékban meg semmi. Ez ilyen szuper rare. Nagyon adnám, hogyha megjelenne. De azt mondom, hogy nem tudom, ilyen legendák vannak róla, hogy csak a viharba jelenhet meg, még ilyesmi. Eléggé lassú a főnök. El is hagytok már. Jaj, gyorsan lelépett. Megaladon az nem annyira nagy veszély. A Kraken, ez egy picit... szigetről lőnek minket a csontvázán. Mert csontvázak át és meg kell halnunk, mert lehet... mindegy, ezt rájön később is. Ezt lesz legegyszerűbb intézni. Szóval a Kraken sem annyira nagy para szerintem, hogy tudod mit csinálsz. Igazából szerintem a legzavarabbak a szellemhajók. Követnek végig, mert bombáznak a hajót. Jó, szellemhajó. És lassan haladunk, aztán azt kell, Oké. Chill. Eltaláltak a hajó, de nem tudom, hogy hol. Jaj, itt. Futam balra. Itt nagyon közel valami, az mi? Hát egy ilyen mini boss igazából, ja. Ami egész jó koponyát, ilyen 1000-2000 hajót adom. Semmi extra. Mert távolban van viszont ez a vörös cucc, na az nagyon durva, azt már akarom nézni, ez a boss fight, amit az előbb nyomtunk. Rákukkantsunk arra? Hát nem tudom. Az is nagy lóvé. Az is megérheti. Mennyi pénzed van? Hogy kell megnézni? 160 ezer. Hát akkor az jól jöhet.
Nem tudom, az a baj, nem tudom, hogy ezek a playerek, vagy ez egy szellemhajó. Nem, szellemhajó, north. Mennyire lehet messze, az a baj. Ránézésre, az az örvény. Mi az hurrikán? Ez a dúd közben. Az lehet, olyan, mint hogy jelenszerűen ilyen köd lenne erre fele már. De ez a hajó nem jó fele megy. Nem volt egy kis extra kaja. Gyorsan kiveszem. Ne rakjam még fel a zászlót? Nem kell? Azt mikor kell felrakni, chat? A Reaper's Emissary flaget. Amikor már megvannak a színek? Én nem akarom elkezdeni gyűjteni a színeket, amíg nem csináljuk meg ezt a küldetést. Igazából itt úgyis meg fogunk valószínűleg legalább egyszer halni, és akkor meg lesz úgyis a csontváza a szín. Jajajaj. A szellemhajó nem fog ránk jönni? Nem, lehet sajnos. Meglátjuk. Úgy tűnik, hogy lelépőben van. Köszönöm szépen a támogatásokat! Marci, köszönöm szépen, amire beköltöztél és üdvözöllek a Békeszigetén, Fater! Áronkal, neked köszönöm szépen a negyedik hónapod! Karamel, köszönöm szépen a 35 bitet! Kezdve papja, a napokban voltam szobarizni, 9. osztály is volt, akire kiderült, hogy úgy jött el oda, hogy közben karanténba kellett volna lennie, nevecsés nyelnyetlen előfordulhat. Meg érted ezt, hogy, tehát, érted, hogy tudod egyetlen oda menni? Tehát, nem alap, hogy az emberek ezért le vannak tesztelve ilyen szituációknál? De van sajnálom, Fatri, sajnálom, hogy semmi problémád nem lesz ebből. Őrület, őrület, milyen figyelmetlenek az emberek. A legjobbakat neked, papi. Sted, köszönöm a második hónapon. Nem, hogy ezt a stressz, legalább a stressz tudom oldani valahogy a streamon, mint Karamel. Remélem, ha van. Sted, köszönöm még egyszer. Tibi, neked is köszönöm a második hónapon. Lehet már valami Daisy, hogyha soló? Ezt ilyen ne aggódj. El kell intézni egy pár dolgot, hogy a gépem teljes lehessen, de aztán ja. A Daisy-el fogjuk tesztelni. Gabix, téged is üdvözlök a szigetésnek, és köszönöm szépen a támogatást, haver, köszönöm szépen, Gabix. Reaper's Friend-nél csak akkor értem, a Reaper's Hideout adod el a szajvét? Hát ezt el tudjuk intézni. Úgy látszik, mégis egy kicsit messzebb volt a vihar, mint gondoltam. Jó. Most annyira nincsen messze. Megtörtént, hogy azok az arcok, akiket korábban kinyertünk, azok még itt vannak a szerveren, azok biztos, hogy ránk fognak agaszkodni, hogyha meglátnak. Hát biztos, hogy nem ez. Mennyi volt az ősztóvia, amit eladtunk először bossból? 30 hány ezer, azt nem tudod? Hát azt hiszem 120 ezerrel léptem föl. És akkor így összesen 40. Ja, az lehet, hogy kb. 40-es volt, ja. Jézusom. Nagyon emlékszem. Úgy nagyon durva lóvék vannak már. Egyszerűen, hogy meg... És jó, bocsánat. Outpost lehet a... Mi ez? A helyszíne a bossnak? Azt nem tudom. Szerintem amúgy nem. Szerintem inkább mögötte lesz. Hát, akkor ez nagyon messze. De viszont ez egy kicsi sziget kell lakni. Jó. Csak kivejtünk. Ja, ez mögötte lesz. Hát csak lecsütsenek. Még jó, hogy benn van a streamer mód, még jó, nem látják a nevem. Ja, de arra is nevedben, Banana. Aha. Banana Larina. Érdekes, mert én a te neved látom. Ja, mert nincs nekem bekapcsolva. De mondjuk akkor az...
Nézzük, hogy mi az én nemem. Meg annak is valami random hülyeségnek kell lennie. Hol kell ezt bekapcsolni? Ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondtam, hogy a mikrofon miért nem működik, mert az már kiderült, hát, hogy hallani hallunk a játékban, beszélni, miért nem tudom. Érted? Ezt a cuccot szerintem relatív gyorsan meg fogjuk tudni csinálni, és ezt a cuccit egy 40 ezeret fog adni. Ez nem jó. Jaj, jaj, és ezt ilyen 30 perc alatt le tudjuk. Oké, itt van, hogy... Replace Gamer Text, ez az? Szerintem ja. Hát ez a streamer modja. Na nézzük. Anno de Aquatic, hoppá! Aquatic, na? Na, adom. Lehet azt jelenti, hogy sokat fogok húzni. Ja. Hát ez, ez más lett a izé. Ez óra lett a grafika. Fölvettem fóra. Ja, hogy elég van, elég van. Egy csíres a játék. Ilyen szempontból. Gyertem, de kint vagyunk az utcán, nagyon nagy az FPS is igazából. Beérünk valami szigetre, tud egy kicsit megrettyenni. Hopp, itt jobbra valami hajó. Az nem szellemhajó, nem? De, világít. Az is? Jó, nice. Aha. Ú, de kezd sötét lenni. Ja. Lehet, hogy a vulkánszigetek felé haladunk? Ismered a vulkánszigeteket? Igen, azt vágom. Ez eléggé parás. Ott is jön. Nem tudom, valószínűleg csak lement a napom, hogy mert nem ott vagyunk. Nem szeretem azt a helyet. Hallod, nem, hogy ez a hajó túlélni az egész napot. Mert most már eléggé csata viselt, hogy nem tudom. Szét van törve a kormány minden. Hú, meg mindig jó messze van. Ez melyik lesz? Sokkal messze van, mint gondoltam a fenegye meg. Már honnan jöttünk, mindjárt mondom. Golden Sands Outpost aztán. Hát nagyon messzire a Krisz. Ja. Hát jöttünk a fél mappan. Az közel lesz. Ja. Meg azt hiszem, hogy gyorsan odaérünk, mert hát cél volt. Nem baj. De nem igazán. Ezt itt, ja, hogy ezt kaptad össze? Ja, hát is így dobd le. Ezt nem kell. Megéri ezeket a hordokat kikapkodni a vízből, igazából egyet-egyet lehet max, de az mindig tele van finomságokkal. Előttük is van egy hajó. Lehet, hogy valaki oda tart, hogy valaki már csinálja. Hát ez... Azt mondjuk. Pöröket a third party megint. Egy szekésit vagyok. Jó van. Nem tudom, hogy valahogy belelőkni a vízbe. Nem mi? Dehogy nem. Lelöktél? Tesó, itt vagy? Itt vagy, Noel? Hát elkezdtek lőni minket az egyik szigetről. Nagyon para. Itt vagy? Megindítottam gyorsan a hajót. Leestél a hajóról? Az para. Jó, hát én most befolytoztam a lyukakat. Nem tudom, hogy player volt-e, vagy mi történt, de ágyú, az szétszúzták a hajót hirtelen. Hát itt van előttünk a hajó, gyere gyorsan. Szerencsére nem player hajó. Ott előttünk. Meg vagy? Aha. Jó, megijedtem, mert szólongattalak. Ami futok, érted a házba, para legyen. Ja, őre egy pont a legrosszabb, hogy történnek ezek. Vágj meg ki, de annyira meg. Hogy történt? Itt hát ahogy mondom. Sajnos nem volt nem a videókamera, hogy pont felvegyem, de... Kibóminteres körzetünkben nincs sziget, csak azért kérdezem. Az ott mi? Az egy hatch? Déli bám. Hát igen, engem is ez lepett meg amúgy, hogy hirtelen 3-4 ágyú elkezdett dörögni. Durva volt. Össze-vissza zigzagoztam a hajóval, hogy nehogy eltaláljanak még jobban. Le lehet lökni egymást. Egyszer volt. Lelökni egymást? Nem nagyon lehet ilyesmit szerintem. De az a hajó, vagy ez egy sziget? Ja, megjöttünk fix.
White Treasure Store. Olyan tudom, hogy lepél le, hogy lepél le még. Tesó. Ilyeneket ebben a játékban nem lehet. Ez nem annyira izé. Fejletmény. Itt pár éve van kint. Pár. Arra remélem, hogy senki nem fog jönni, mert ugye ez el fog tartani egy ideig. És nem tudjuk használni a hajót, mert akkor szétbombázza a boss. Amúgy azt mondták, hogy ez a boss volt a legerősebb, amelyiket én az előbb kinyertem szólóba is. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg akkor a többi az, az még gyorsabb lesz, főleg így ketten. Jaj. Shotgun vagy pisztolyt adom? Shotgun, mert közel harcolni fogunk vele. Jó, és így mondod, hogy gyorsan átváltam. Hát arra mondjuk nincs ki, nem? Lehet, hogy be kéne vinni. Ja, nem. Az lenne jó, tudod, vannak ezek a ládák, amikben a szajrét tudjuk cipelni. És az lenne, hogy... Még az kéne, hogy egy ilyet szerezzünk, csak ammó ládát. Azt is lehet cipelni. És hát, akkor tudnánk tölteni a lőszerünket, és végig darálni a shotgunnal. Na, haladok még a pici jelenetem. Megint? Te meg? Hát, ez a digi. Ez... őrület. Milyen zene lett? Jajajajaj, lehet lassan le kéne, hogy lassítsunk. Hát akarok kikötni, ahol a boss lesz. Bekanyarodok jobbra. Ezt is ilyen néz ki ez a sziget. Ja, elég. Szerintem itt fogsz megállni? Nem, bekanyarodunk még. Mert szerintem ott egy láda. Lőszeres láda. Nice. Hát csak ide egy picit arrébb jövök. Jó. Portressnek tűnik. Amúgy, ez nem lehet elhozni. Itt egy kígyó. Hát figyelj, igazából akarod vállalod be, hogy direkt kinyír. El fog tartani szerintem egy ideig. Hogy lehet elhozni ezt az ammó cseszter? Hát hogyha nem engedő, hogy felvedd, akkor sehogy. Akkor csak újra tölteni tudunk. Ez jó messze van mindent. Meg itt van egy ágyú bent. Itt lehet használni. Hát figyelj, igazából itt vannak tornyok. Lehet, hogy azokkal meg tudjuk bombázni őt. Gyere vissza a jövővel, és akkor kezdjük el. Mindenképpen vegye magadhoz egy csomó kaját. Vegye maximum a lőszered. Fú, azért nem vagyunk tele kajával. Azt hiszem, hogy sokkal több lesz. A kis robotunkban van kaja. Jó, mindegy, a hajóra úgyis nagyon tudunk majd visszajönni, mert akkor megtámadja az a boss hajót. Sietek. Már nincs is kaja, ja, itt van. Jó, mehetünk. Erre hat a robbanó bomba? Nem tudom. Lehet. Hat, igen. Eléggé ördögösben van az öreg. Lehetek, hogy a szívét lőjük, az nagyobb divincs, ahogy itt volna. Lelkasa. Na, mit is fézek lesznek. Van durram az öreg. Csontvázak annyira nem parák, sőt, két ütésben meghalkáltál, vagy idő után sokkal lesznek. Tetszi ezzel a lövés? Nem nagyon. Nagyon közel kell menni hozzá, hogy nagy legyen a division shotgunnal. Valahol kell, hogy legyen majd ammó láda. Nem tudom, merre lehet. Hogy a képességei szuper nagyokat van a sebezni. Ha azt mondja, hogy, hogy távolodjál, vagy valami ilyesmi, akkor muszáj futni, mert az ellök is brutál nagy divincs. Annyira lehetne próbálni a szívét ütni. Oké. Okay. Életem van. Az vagy már most kifagytam az ammóból. Ja, én is. Köd is elég van. Mert az nagyon ízéket nyomat. Ugyanolyan szkileket nyomat, mint az előző. Hát, hogy hol van víz. Gyulladtam. Én is.
Az biztos, hogy a víz ellen nem működik. Nice, 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 ez már meg is vannak az első fézben. Hát ezt ketten szétdeleljük. Szegyet szát küldte rendesen. Megint sebezte, jó is. Ha befutsz a vízbe, akkor megyésd meg a hordó, vagy mi ez a kis izé. Ez mi volt? Merítsd meg a bödredet vízzel, hogy nekem legközelebb bemenni a vízbe, oltani a tüzet. Szöltje le, uff! Jó, én majdnem kiíthantam. Szöltje, látsz valahol a molládát itt a közelünkben. Most amúgy lehet megérni megkeresni gyorsan. Ja. Most körbenézek, hogy kell kajának, mert is vagy ott. De nem sok mindent találtam. Hol van? A kis torony alatt van. Nem találtam. Semmit nem találok amúgy, ami... Nem találok se hordókat, se semmit. Az ő... Jó, megvan, itt van, középen vannak a cuccok, amiket keresünk, itt van ammóláda, itt van minden. Egy csomó kajak van itt középen. Az van. There's no way to run. Nehogy nem van. Oké. Na igen, ez a no way to run, ez ami brutál dimis. Nagyon messze el is lök. Ja, messze vagyok, akkor csak kisebb esemez. Áú. Közvetlen közel vagyok, akkor szuper dimis. Minden fázisban egyre jobb a medúra. Na. Basszus. Nincs kajám az a gond. Ja, ott középen, hogyha a hegy felé nézel, akkor ott lesz a móláda, meg ott lesz az is. Kevés kaja. Itt még van egy, amiben van egy kis kaja. Gyorsan kiveszem. Stukkerek és csontvázakat érdemes mindenképpen kinyírni. Azok nagyon tudna sebezni. Ja, ez egy nagyobb para tud lenni. A közel állsz, akkor kirepít kb. A mapról. Szia a durván nagy dibis mellett. Hát, hogy egy másik szigetben. Ja. Az mi volt? Honnan nagyon nagyot kaptam. Megkört az ammó. Arra, hogy senki nem látja, amit most csinálunk. Jézus, most már nagyon sok csonti kezd lenni amúgy. Ja. Kéne az a robbanó cucc, lehet ezekre kell találni, nem tudom. Ne. Oké. Szóval hol vagyok. Mi? Valami az... Itt egy csirke. Ez is célzás arra, hogy... De igen, ez is célzás, ja. Találtam egy ilyen robbanó cucca. Nem vagyom, add hozzá, és akkor azt berobhatjuk rá. Jó, megrettyent. Jövök. Most kéne ölni. Ja. Lehet, hogy csak ilyenkor vagyok, de minden? Ilyenkor szerintem nagyobb divizset kap. De ez nem tudom, hogy pontosan valami működhet. Megint töltenem el a mód. Ma, olyan kéne legyen. Ja. Nagyon komoly zenei dobe! Betarítok! Vigyázz!
kijöttem a izébe. Jézusom! Majd igen, oké. Ez a fa, felszedlek. Aha, itt vagyok a fa tövében. Azt hittem, hogy megvédett engem a fa, de... Bölöm. Nice, thank you. Viszont ezt kaját szerzne valahonnan. Már csak egy fázis van amúgy. Már velem a végén vagyunk. Nagyon jól haladunk. Láttam tovább még egy hordó, nem tudom, hogy hol. Jó, itt most találtam három darab hordót. Á, de nincs bennük kaja, basszus. Nagyon sok zombi van rajtam, szerintem nekik családja itt van. Abban? Ugye itt három, de... Azokban nincs semmi. Jajaj. Most látom, itt nagyon sok olyan van, ahol most állok. Itt hát, nagyon sok. Most vízbe állni, zombi rám jött. Oh! Uff! Én nagyon eltávolodt, és még így is sökött egy hatalmasan. Hát én meg a 50 ízé fal mögött voltam. Megint átadott a kajam, nem hiszem. Itt a kő mögött nem is a bordó van, tele kajával. Nagyon durvánsokat bír. Nem a sorozom a shotgunnal. Jaj! Ez most nem is szólt semmit, az csak elrepített. Vége van? Azt hittem. Hogy igen? Szerintem már jöttem lőtni. Szerintem igen. Uha. Ne, én meghaltam. Nem mondod, fölsz egy gyerek? Ja, 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 ja. Lehet, hogy megint izé... Mind a kettő meghaltunk? Aha. Akkor, akkor gyorsan újra kell egyenegyünk. Ja, ja, gyorsan. Nem volt, mint ha meg lett volna, mert azt mondom... Maga kiértem szólóba, azt az arcon, az is valami halálos dolgot nyomott a végén. Ja, nem, én nem is tettem itt a végén már. Nem kapott, de igen. Hogy lehet, hogy izé? Most ez csontvászra állnak számít? Amúgy mit lehet? Nekem vörös. Ja nem, én a tűz miatt haltam meg. Téged a tűz ölt meg, vagy pedig a csontvázarc? Nekem is piros a cucc. Ja, akkor tűz, ja. Ó, nem halt meg. Ne. Most azt egy izét kaját a hajóra. Siessék le a hajóról, ahogy megtámadja. Rocsom van, rocsom van amúgy! Jövök. Nem jön meteoritokat elő. Csak már megint a izék jönnek az égből. Kövek. Jó. Egy izébe meghaltam. Jaj, az ultra damage. Mikor meg kell menekülni valami alá, meg kell fújni a... futni a távolságba. Valami földobott. Ott elkaptam. Jobbálj, jobbálj, jobbálj! Oké. Felmondtam, hogy mit mondott addig már. Ugye megparák lettek. Van már veled bőrök! Tudom, mentig él. Ha?
Pörög a buzsika. Lehet már megkaptunk. Itt vagy megettem. Tudja, hogy már nagyon késélte van. Nagyon villog már a szíve. Nice! GG! 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 Uff! Ja! Fuck! Most elvileg szanat szét lesznek mindenhol a ládikok. Mindenhonnan a földbe előjöttek ilyen izék. De ez a lád is robbanni fog. Ja igen, az mennyit ér a láda? Meg? Uff! Azt hiszem 5k-t, ez durvában van. Van nálad víz? Nem, mert most lehiggadt. Ezt beviszem, vagy hol van a hajó? Gyűjtsük ide a cuccagat, ide a vízbe, és akkor kiárpónozzuk. Kitettem egy ezrest. Gyorsan szedek kaját, hogy ne ennyi HP legyek. Aztán mehet az ég. Jaja. Na ezt elég gyorsan intéztük igazából. Jaj. Viszont van egy olyan érzés, hogy lehet, hogy jobb, hogyha tőle még gyűjtünk Sairét a hajóra merre. Hogyha az a boss, amihez majd megyünk, az még ennél is keményebb lesz, szóval akkor... Ennyi fog a Sairé. Itt is van egy ilyen ritual skull. Most dobott egyet. Kettő? Ja. Hát ez a koponya viszont, ami dobott, az elég 10 000-et ér. Ez nagyon durva. A tüzet tud köpködni magából, meg ilyenek csinálni. Nem lehet újra tölteni ki, azért inkább eladom. Jobb eladtam az előbb. Hogy PvP-ben nagyon durva lenne. Például amikor harcoltunk azokkal az arcokkal, akik megérkeztek az outpostra, azokat fel tudtuk volna gyújtani a kopanyával, az nagyon vad lett volna. Ja, hát ja. Tudom, ezt most el akarod adni, hogy nem ott para legyen? Szerintem ja. Mik vannak még itt? Koponya. Nagyon sok ilyen kisebb kincs van, ahogy elnézem, hogy össze vissza elszorrom én. Jó, az előbb is így ilyen szajrét adtunk el, és ez kb. Ilyen 40 volt. 40k. Mennyi ide, amire újra töltődnek itt a hordó? Azt nem tudom. Azt nem tudom, hogy ez hogy működik. Azt tudom, hogyha mondjuk egy fortress csinálunk meg, és legyőzzük a fortress-t, akkor instant újra töltődnek a hordók. Mert hogy annyi HP-n van, hogy szerintem kezet fogunk, és azonnal eldölök, tehát. Ja, ezek a hordók azok nem töltődtek újra. Úgyhogy az ilyen, hogy kicsit belépünk. Félök a szigetetére. Van még valaki? Hát próbáltam kiszedni a földből, hogy... Lámpás, de ez nem akart jönni. Hát szerintem összeszedtünk mindent, hogy le is léphetünk majd. Aha. Nem látok itt semmit. Körbenézek itt fönt, hogy jön-e hajó, vagy ilyenek. Ja, az jó, tehát... Szeretek egy kicsi húst. Ja. Ez micsoda? Krisz, ez mi? Bemegyek oda? Aha. Megkereslek. Találtam valami. Ez az úton mentél fel? Aha, szerintem igen, ahogy jössz. De jövök lefele. Aha, gyere! Hey. Oké, ilyenbe egy útól szutsz? Akvatik, gyere! Jövök Larina! De kaptál egy ilyen 10-et, nem? Aha. Jaj, ez így meg... Ja, akkor ez elvadul néz ki. Ja, és akkor ezt kell majd elhozni a lámpával? Nem. Igazából ez csak ilyen, nem tudom, szerintem egy kis extra játékban. Ezért kapunk 10 ilyen kis pontot. Lehet, hogy vannak küldetések, amikor meg kell gyújtani. És ez a kék tudsz mire jó amúgy?
Ebből is lehet venni skineket, meg küldetéseket, meg mindenféle ilyen cuccot igazából. Ez is igazából csak egy másféle valuta. Át is lehetne váltani aranyra, de az nagyon nem érjen szerintem. Régen én több százat eladtam aranyért, és semmit nem kaptam kávé. Elkezdem behárpulnozni a szajrét. Jó, jövök én is. Jó. Amit tényleg vannak hajó skinjeim, azt majd felrakom, hogyha megérkeztük az outposthoz. Azt adom, azt adom. Ott álltam még egy lárát. Meghalok a kígyótól, jó? Jajaj, az jó tett, az jó tett. Elég zavaró lesz, hogy folyamat csipkedni fog. Ja. Most például elindult a másik irányba, de adott, hely. Nem akar bántani, Krisz. Nem akar bántani, így jó? Kettőd velém van, na végre. Akkor átsebez. Hát négy ütésnél van, szerintem még egy öt ütésből tud megölni. Közel most. Na most haltam meg. Azt tippem, hogy valószínűleg zöld lesz a fény. Ez csak egy tipp. Szerintem ez jó, tehát az lenne logikus. És akkor ezt meg kell gyújtanom? Majd. Hozd el a fényt, mint korábban, hogy ugye felemeled a lámpásodat, és az R-rel vagy az F-rel rányomsz arra a fényre ott a hajón. Lila, úristen, de jól néz ki. Hát kialudt vagy a lámpásunk, még jó, hogy megszereztük megint a izét, a tüzes cuccot. The Flame of the Vibe, hallod, ez a lila annyira jól néz ki, hogy miért leestek a székről. Adom. Jó Isten, hát végig ez lesz bent, azt tud. Most gyere vissza a hajóra, és az egyik üres lámpásba rak be. Hallod, mindjárt elállt, mondom, figyelj, jövök. Cset, ez hogy aludt ki? Mitől aludt ki a fényünk? Ez nagyon vigyáznunk kell, mert ha valamelyiket elbukjuk, akkor kezdhetjük újra. Nézd. Hát ja, ez tényleg vadulósban van. Szóval egy zorkó helyre rak be. Jó, az jó, az jó, az jó, az jó. Nagyon tetszik! Valahogy el is lehet onnan venni, de nem tudom pontosan, hogy kell. Na jó, hát ez... Tesó, hát ez... Na, ezek a fények, ezek elég vadak. Várj, miért ez a bárpózó? Nem tudom. Tudom most, hogy milyen színek vannak. Pont ezt nem akartam volna. Jó, ezt adobom ide a hajó elé egyelőre. Mely a A rézsülős teszem, nem akarom egyelőre a hajóra. Ja, azt a földgyújtja a hajót. Azt maintainelnünk kell. Jaj, azért adjuk el mindenki fel a kincseket, mert az nagyon zavaró. Jó. Ezek a treasure board, editolog, ezeket azt viszont neked is izé? Igen. Irkálja? Jaj. Akkor miket kell megcsinálni? Még van a villámlás, ami fix. Hú, ez tuti kék színű. Csontváztól meg kell halni. Aztán a cápának meg kell ölnie talán, meg a meg playernek. Jó. A player eset megnézhetnénk, hogyha van. Hát egy hordot kéne elhoznunk, egy hordot kéne találni, egy ilyen robbanot. Talán a tornyomba szoktuk tenni. Jaj. Mi nem tudom magam berakni? Mi van az? Hát ebbe a cuccba. Mert be van töltve. Jaj. Kiszedtünk mindent? Nem kiszedtünk mindent. Nézd, hogy hol van outpost. Jó. Hát... Nincs közel. És hogyha ágyval ölnélek meg? Vagy nem tudjuk egymást sebezni úgy? Szerintem lehet, hogy tudjuk. De bizony jó a hordó is. Az nagyon fix. Az ágy az nem tudom, csak az ágyú, aki tudjuk nyírni egymást, úgyhogy meglegyen a fény. Hát ezekben a tornyokban még se lehet felmászni. Hát itt az egyikben föl lehet, de nincs semmi. Sajnos. Itt egy csonti, akkor megöletem magam. Ja, az nice. Azt mondja, hogy az nem jó.
az ágyú az nem jó. Jó. Intézzel, hogy kinyérjen téged a csonti, én meg addig elindítom a hajót az autóz felé. Oké. Okay. Jó, jó, jó. Jó, egy szausz. Jó. Jó, meg fel HP-n van. Aztán pedig útközben beugrok a vízbe, hogy meghalljuk egy cápáttal és kész vagyunk. Hát, nem még a villám. A villám az... A villám muszáj a viharba elmennünk. Elindultál, Krisz? Most fog elindulni, jaj. Jó. Gyorsan meggyűjtem a fején. Ez meg zöld színű. Wow. Még valami olyan lámpásba rak, de még üres. Az hogy? Ja, igen. Itt a hajón majd. Elvédtük a láda milyen. Jó, amúgy... Basszus, elég idegesítő ez a rage-es ládikó. Szamat locsolni kell. Ja. Felgyújtja a hajót. Attól félek, hogy nehogy véletlenül kioltsam majd a fényeket, amiket csinálunk, ugye. Külön el tudjuk venni. Azért, na! Nem érzem, hogy kell elvenni. Jó, take flame, jaj, jaj. Ja, ezek a fények nagyon vadul néznek ki. Mindig ilyeneket kéne a hajóra pattintani. Várjál, még hány hely van? Van itt egy fönt. Hát még azt hiszem három talán? Azt hiszem három. Van itt egy fönt, oké. Itt minden el kell. Jó, még kettő van, pont annyi, amennyi kell. Ja. Akkor cápa és villám kell. Ja. Meg a player kill. És még három hely van. De akkor hol van ennyi? De kettő van elő, meg itt van fent egy. Igazából, minden igaz. És akkor ja, izé. Jaj, ja. Ebből megvan a koponya. És ha ezekkel megvagyunk, akkor már csak le kell győzni a boss-t. Azt hiszem. Nyilván az lesz a legnehezebb rész. Vagy hát nem tudom. Nem nyomtam még soha ezt a boss fightot. Nem tudom, mire lehet számítani. Ja, arra én is kíváncsi leszek. Berobban a cucc. Tudod, ja. Locsol meg néha ezért a lárikot. Hogyha odaérünk az outboss-ok, ezt adjuk el először. Jaj, jaj, mert nehogy fölgyúl legyünk, gyorsan szedek vizet. Ja, ez elég zavaró ez az arc. Engedj már, nem? Hegy. Ja. Mikor kell meglocsolni, ezt írja, vagy ilyenek? Hát, amikor egyre fényesebb kezd lenni. Nem. Basszus, van egy hajó. Hol látom? Egy hajó a kikötőben. Nem szellem hajó? Nem az player, úgyhogy gyorsan elkormányozom magunkat. Jó, elég sok cucc van. Jaj, most majd beleakadtunk egy olyan szituba, mint amit kaptunk korábban. Jobbra kéne mennünk pont, basszus. Fordulunk egy nagyot, indulunk a másik irányba. Mert nem vettek észre. Most elkezdenek itt kerülni minket, ez nagyon idegesítő lesz. Tudod, locsod meg gyorsan a ládát. Most fog berobbanni. Zala, lehet, hogy lebukunk. Ezzel leblocsoltam meg. A folyamat locsolni kell, nagyon idegesítő, azt meg valahogy berakod a hajó aljába. És oda... Ott öntesz rá egy kis vizet, de az is nagyon zavaró. Olyan megint kell, mert eddig újra töltöm itt lent. De csak el tudod kormányozni a hajónkat az outposthoz? Miért? Mit szeretnél? Hát, hogy megnézni, hogy mi van az ő hajójukon.
Nem, nézd csak. Szerintem... Fegyelöd a cuccot. Ahogy is képes vagy rá. Nézd csak. Itt lesz. A közepén van, a közepén van a cuccnak. Bízom benned, bízom benned! De akkor hajj meg, és megvan a félre cucc. Ja. Kinyitvanom. Vége a meccsre. Dehogyis. Easy. Ajj, hogyha... Mert még locsoljam is a lát. Na jó, vége. Ja. Jó vagy. Easy. Annyi a lényeg, hogyha azt mondod, hogy recseg ropog a hajó, akkor valószínűleg valami baj van. Tényleg? Te jó. Akkor lehet, hogy valami gond van. Az, hogy nem vettem magamon semmit. Csak siet. Azt mondod, lehet, hogy nagyon sok idő lesz, mire odaérünk. Kicsit nagy a pressure, annyi van. Mint a lassabban úsznék, mint régen. Nem is jó irányba megy a hajó, sem tudod? Jajra, vigyázz, hogy izé, hogy áll a kormány. Azt vele itt ináltad, tuti. Lehet, hogy gyorsabban visszaérek, mint akarnék, amúgy mellett nem fog enni mindjárt egy cápa engem. Nem is baj. Akkor robottal kellett oda mennem hozzájuk. Olyan, hogyha le tudnék csapni a kezükre egy-két ládikót. Valószínűleg most adják el éppen a szajrét. De ez meg berobbanjon a láda. Ha most oda kormányzom és nem ütközünk, úristen. Az ilyen, ha közelébe érsz a szigetnek, akkor azonnal lenyomom a izét. Akkor... de a vaspacskát soha ne dob le, hanem az árbolcot kezdve felhúzni, mert attól lelassul a hajó. És hogyha csutkán felhúzod az árbolcot, akkor meg fog állni a hajó. A vasmacska az nagyon veszélyes, mert ha megtámadnak és nem adom a vasmacska, akkor nem tudsz tovább menni, akkor nem tudsz elmenekülni, mert nagyon sok idő felhúzni a vasmacskát. Viszont amikor te támad meg valakinek a hajóját, akkor meg az az első, hogy ledobod az ő vasmacskájuk el. Majd ott vagyok náluk. Jó. Jaj, nem, hogyha lennének TNT-k a hajójukon, és be kéne robbantanom az egészen. Jaj. Ha az érdekezném eladni a cuccokat? Aha, persze, jó. Simán. Pedig azt a robbanósan. Azt a szabad önről, hogy lehet, ja, az para. És lehet, hogy ez egy elhagyatott hajó lesz. Krisz. Baj van? Igen. Mi a baj? Vannak itt. Ne, ott is? El tudsz menekülni a hajóval gyorsan? Ezt nem hiszem, hogy ezt még adni fogok. Hogy? Jobbra talán? Bárhova, teljes mindegy, hogy hova mész. Majd visszakormányzom. Ez mennyire tudod gyorsan forogni? Hogyha nincs felhúzva, hogyha fel van húzva a vitorlát, akkor nagyon gyorsan tudsz forogni. Viszont ahogy elnézem ezeknek a hajójáról, lehet, hogy el tudom hozni a fényeket. Mint az ő hajójuk is lenne. Ezeknek a hajója olyan durva, amit még soha nem láttam. Aha, az valóban kellemes, ami... Láttámadtak ezek az arcok? Nem, mert kim vannak a szigeten, én még a közelébe se vagyok. Aha, nagyon jó, hogy ezt vetted. Ezeknek a hajója az brutál durván néz ki. Kikötőbb állt a hajó. A baj. Full. Szerintem az lesz, hogy itt mindjárt megállok valahol. Már egyébként nem vagyunk messze az outposton. Csak ki fogok menni a mapról. Aj, itt van egy kutyus. Adjál neki. Ellopom gyorsan a fényt, ez a kék fény. Jó. Az mi a kék? Az melyik? Azt hiszem a villám. Ez nagyon jó lenne, ezt nem kéne. Csepp még a kék fény. Itt van a csábuk, ki van afkolva a hajon. Ah, ne bánj, csak a fényt mondd le. Bezárták egymást! Bezárták egymást a izébe, a ketrecbe. Történik ott, jó is. What the fuck?
Lehet jobb, hogy ezeket nem haragítom magunkra. Ezek nem tűnnek küzének. Kezdő arcoknak. Cápa a kék? Jaj, ez nem jó. Fuck. Jó, amúgy ezeknek most nagyon elbújnék a lyukon. Erre most nincs idő. Nincsenek kincseik, eladtak mindent. Gyorsan! Támadnak téged? Nem, majdnem fölrobbant a... ne! Gyorsan, fölnök onnan. Jó, elindulok vissza szerintem a hajóra. Csinálni a hajójukkal. Szerintem meg tudsz halni tőlük? Aha, megpróbálok. Mert amúgy ez lenne a legjobb. Szóval elkezdtek itt piálgatni még ilyenek. Hello, hello! Ezek négyen vannak. Mennyien? Jó, szerintem itt megállnak amúgy. Ja, ez jó lesz. Elég jó vagyom. De ez hihetetlen! Meggyújtom őket, peace! És innen pont vannak vissza hajóra. GG! Jó, lelépek innen, nem akarom bántani őket tovább. De ez hihetetlen! A két csávon be van a ketrecben, én meg csak felgyújtottam őket. Spanyaikat kinyírtam. Van egy olyan érzés, hogy ezzel nem sokat fognak játszani. Ezzel a izé bezárogatással. Mindig egy V4-ben kinyírtam a tengeri legnagyobb császárokat. Ennyi. Remélhetően még keresgény fognak a hajójukon. Mindig a fény megszerzik valahogy máshogy. Hajj meg, annyi a lényeg tőlük valahogy. Ja, á, visszajöttünk a hajóra. Így a biztos. Viszont megvan a fény, megvan a kék fény. Ú, de jól néz ki, wow. Ah, hát ez biztos, ez föntre mindenképp, ez jaj, nem jó. Jó, elvileg, jó. Most pont nagyok a hullámok, ugye nem? Ott szemben látod a hajót, ott van. Most indulnak szerintem. Nem akarok kukucskálni, mert ebbe az irányba nézem? Erre, itt vagyok. Pont rálátsz innen. Ja, arra? A távolban, amikor megcsillan a... Ugye mondom erre, south-south-west. Á, látom. Mit rindulnak? Mit ha megmozdult volna az út? A láda. Őket is meg kell látogatni. Az a baj, nem tudom, hogy a közelben van outpost, ott tud megmenni. Az a baj, hát amúgy, igazából várj, most már cápa az nem kell, akkor kell az, hogy mi kinyifannunk? Vér, ha... Mindegy, akkor induljunk el a vihar... Á, az a baj, nem nagyon akarnék ezzel a lúttal mászkálni a tengeren, mert megtámadnak. Amúgy nincs messze a vihar viszont. Nem megnézem, hogy... abban az irányban van-e valami. Ezt felé kéne mennünk. Ezt... Hát... Van egy outpost igazából. Egész messze van, de nem szuper messze. Hát az el kéne venni. Ez a Lone Cove, itt bal alul. A Sanctuary, bocs. Sanctuary outpost. Az a baj, hogy... Nem akarnám azt, hogy a Kraken jöjjön, aztán valami baj legyen. Lehet, hogy ez egy ilyen AFK hajó ott? Hát nem tudom, hogy mit csinálnak ennyi ideig. Mindegy, menjünk a quest felé. Aztán meglátjuk. Most megjöjtöm a cuccot. Ja. Best felé. Biztos, hogy ezek nagyon bepánikoltak a hajón. Igazából az egész, jó mondjuk nem voltak kicsit a hajójukon, szóval lehet, nem annyira nem érdekli őket. De eléggé fura lehetett, hogy a két spant megölöm, a másik kettőnek be van zárva a ketrezve egymás mellé. Csak felgyújtom őket. Fogazom rajta, hogy lehet, hogy oda kéne mennünk erre a sloopra és elsüllyeszteni, de... Akkor hányan vannak ezen a hajón? Azon a hajón maximum kette lehetnek. Ez abban, amitől félek, az az, hogy mondjuk ellopják ezt a koponyát tőlünk, vagy valami. És mi van akkor?
Csak belőjük magunkat a szigetre. Hát a lálákkal nem lehet kilőni magunkat sajnos. Nem tudjuk elállni a szajrét. Csak hogy őket megöljük. Arra. Ja, hát ezt meg tudjuk csinálni igazából. Akkor viszont ezt a chestet le kell raknunk a vízbe. Menjünk oda. Nézzük meg. Egy kis kockázat belefér, tudod? Csak egy, csak egy apró. Hogyha para van, akkor viszont... Jaj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 
A chestet azt le fogom dobni, amint megérkezünk. Berobban az... Hát azt kérdez, hogy hajójukra átrakjuk. Az lehet ide lenne rossz terv. Azt akkor elsőre hajó, akkor eladjuk. Csináljuk azt, hogy ilyen drive-by-t nyomunk, hogy... Fogod, oda viszem a hajót, fogod, te átugrasz a hajójukra, lerakod valahova mélyére, a hajó mélyére a ládát. Elkezdesz velük PvP-zni, hogy ott vannak, én addig kicsit arrébb viszem a hajót, és utána jövök én is. Jó, menjen ez. Hogy szembeszél van, szóval kell egy kis idő, hogy elérjünk. Azt is lehetem úgy, hogy bosszú lettek be erre a szigetre. De az a baj, attól félek, tehát a hajónk, hogyha elsüllyed, akkor kezdhetjük újra a fényeknek az összeszedését, igazából attól félek, csak nagyon... Azt hiszem, hogy megtörténjen. Melyik a legértékesebb fény? Hát, szerintem a villám, mert az el kell mennünk a viharba. Mindenképp azt kéne szévelni, hogyha... Jaj, hogyha menteni kell valamit, akkor azt mentsük fixen. Igazából azt úgy is el tudjuk menteni, ugye, hogy a lámpásunkban hagyjuk. Hogy nem váltad át, hogy benne marad a szem. Még lehet, hogy meghalsz, akkor elveszted a fényt, ebben azt nem tudom, hogy működik. Most itt zöld van benne. Nekem azt mondom, a kék még. Ja. Jó, mindjárt ott vagyunk. Eddig le volt eredszve viszont a vitorlájuk, nem? Most pedig felhúzták. Igen. Akkor mi a tervük van? Nem tudom, de nagyon védtelen leszel, amíg le nem rakod azt a ládát, úgyhogy vigyázz. Jó. Van a dolgok a vízben. Hol? Jobbra, közel. Jártam. Húzd valamit. Meg. Bár, talán el nem tudom. Lehet valami láda is, de mindegy. Elindultak, basszus, pont most. Lehet, hogy miattunk. Nem is baj. Bekanyarodok, bekanyarodok. Hát az baj, vissza fognak fordulni ránk. Nem tudtuk meglepni őket. Megnézem, hányan vannak. Meg az is megtörtént, hogy most így PvP-be keveredünk, úgyhogy nem tudjuk meglepni őket. Szerintem megijedtek. Hát, hogy lehet, hogy tényleg most spawnoltak be és elindulnak. Teszek azért egy kört. Ja, ezek mennek el, Krisz. Ja. Nem is baj, nem jó, ha tudsz, akkor ugarj ki és izé, add el a robbanós ládát majd. Jó. Ez egy fél kör, csak vagy. A kezemben is robban? Aha, igen. Ha beugrasz a vízbe, akkor nem lesz baj. Jó. Szerintem elég közel vagyunk veletek. Jó. Na, látok mást a környéken. Ebből eladom ezt a 10 000-es koponyát, igazából magasán az össze a legértékesebb cuccunk. Na de várj, most akkor össze kell szedni az 5 fényt, vagy a 6-ot, igaz? Aha, jaj. És utána mi a tendő? Tehát el kell mennünk elméletig arra az bizonyos szigetre. Igen. És azon a szigeten lesz egy oszlop, és abba az oszloppal kell, hogy belerakjuk a fényeket. És hogyha az megvan, akkor kinyílik egy kapu, egy ketrecszerű cucc. És utána oda bevisszük a koponyát, azt a rituáli koponyát, és akkor megindul a balhé elvileg. Szóval már majdnem ott vagyunk igazából.
A viharba kell, hogy elmenjünk. Aztán még egymást ki kell, hogy nyérik a... Elütköztél a... Ah, igen. Megijedtem. Jó. Nem hallottam. Na jó, 5000 se adott. 3003 egy ilyen izé, de és ez egy cuccér. Nem a legjobb. Úristen, ez a sziget hatalmas. Hú, itt ezek kell sétálgatni bőven, hogy eladogassuk a cuccokat. Persze, és lehetőleg a távolságra vannak a cuccok. Amúgy ők pont ott spónoltak, ahol érdemes eladni a dolgokat, szóval... Hát, hogy mégis csak lootot hoztak. Hol van a sátor? Az itt van, gyere vissza, balra. Itt a kék sátor. Nice. Most a robban van? Itt. Ez kell. Ja, nem, nekem a nő kell, a koponyás sátor. Ez hol lehet eladni? De lehet nekem is azt kéne. Mi van nálad? Hát valami... Itt fent van a sátor. Könyv? Azt hiszem a kocsmánál. Megnézem. Nem én. És ez hol van a patma? Itt fent? Ez itt a vasállok. Jó. És akkor itt lesz a hölgy. Csehát, hogyha az összes cuccom 40-es szintű, akkor ez egy Pirate Legend? Vagy ez hogy működik ez a Pirate Legend dolog? Lehet, hogy a sátornán kell. Nem bőle benne biztos. 25-öt adott? Van is van. A sima Ashen Chess-et azt el lehet adni? Igen. Igen. El lehet adni azt is, azt hiszem a nőnél, és az 5-öt ad. Ez szint, uff. Jaj, meg a tett. Neked mennyi ilyen kék cuccod van? 1155. Lehet, hogy igazából az az egy ilyen cucc, amit gyűjtök. Pénz az annyira nem is érdekel. Kárcsinék, hogy mennyi lenne, hogyha soha nem adtam volna el. Randul sajnos több százat is azért beváltogattam mindig. Átváltsam pénzre, de hát nagyon rossz a váltója annak. Kihozom a hajóból ide az izére a cuccokat, hogy nekem még beugrálni. Jajaj, az jó döntés, az okos. Nézd ki át, mert mennyi pénzünk volt pontosan. Amikor elkezdtük a munkát. Hát nem tudom, de amikor az előbb kérdezted, akkor 162 ezer volt, most meg már 185 ezer. Szóval... Elég így illik. Jajaj, amúgy ez az örvény, ez nagyon kemény. Hát két hajót távol van, hogy felénk jön-e. Fogom most nagyon nézegetni, hanem inkább csak próbálom minden gyorsan eladni a szajrét. Hát ez tele van cuccal ez a két chest. Itt van mögöttünk amúgy a vihar, úgyhogy egész közel lesz. Nagyon jól látom. És akkor utána még próbálj meg azt, hogy ja, szerzünk egy robbanó hordót, az ékén bekapcsolja, a másik még direkt meghal, és akkor megnézzük, hogy ez sikerül-e. Ahogy látom, hogy tart felénk egy hajó. Akkor siessünk nagyon. Ez lehet, hogy pont az a hajó, akik az átmentem. Az király. Ez nem fel a körülni, hogyha meglátnak. No, de igazából nem öltetnek őket, csak egyszer. Ja. Probléma az, hogy a hajójukat viszont felgyújtottam. Vagy már lehet, hogy egyre nem örülnek. Itt ez a rituálszkol, akkor ezt most adjuk el, igaz? Szerintem ezt eladhatjuk el, úgyis vagy másik. Úgy lehet, hogy baj van, azt mondják, hogy ez nem fog sikerülni, amit tervezünk a hordóba, csak akkor, hogy az egyik olyan kilogina, aki begyújtotta a cuccat. Azt hiszem nem jó. És lehet, hogy mégis csak át kell ugrani valakinek a hajójára, és direkt kinyitfanni. Ja, hát igazából ki kell próbálni, ezt kiderül. Ja, ugye.
Na nézzük ez a rituális mennyit ér. Azt mondtad, hogy 10k-t? Nem. Valaki azt mondta, hogy ilyen 5-10 pontot. 5-10. Ja. Szóval nem sokat. Fizetje. Átvettem a hajnak kinézetét. Annyira nem lett extravagáns. De a vitorla szerintem vad lesz, hogy kibontjuk. Szét van szakadva, meg minden ilyen krakenjel van rajta. Az a baj, nincs ilyen ordisz. Szanó nem vettem meg. Rendesen több időbe telik eladni a szajrét, mint amennyi volt megszerezni. Ja. Tájt kollunk. Kétszáz, oké. Na van egy jó pár olyan láda a játékban, ami amúgy semmit nem ér. De úgy nullát, tényleg semmi. Ja, nem sér még kb. Elhozni. Hoppá. Régen, inkább azt mondom, hogy régen alig volt olyan láda, ami ért valamit. Az jó. Végig csak ilyen pár ezret ért. Alig voltak olyan tárgyak a játékban, amik sokat értek. És most már ilyen iszonyat nagy mértékben sokat pénzt lehet szerezni, mint régen. Mert amire kíváncsi lennék az az, hogy van ugye egy láda a játékban, ami a legritkább cucc. Az a Wanderous Secrets nevű cucc, ami ilyen szuper meg a giga ritka, és csak a random lehet megtalálni. Kíváncsi lennék, hogy az például azóta több pénzt ér, mert régen az 25 ezret ért, és az 25 ezer az a legkomolyabb lóvé volt a játékban. De hogy most is 25 ér, akkor az nem lehet olyan durva viszont, mert... Van egy csomó cuccom, sok pénzt ér nagyon. Hát ma egyelőre 80 ezeret kerestünk már. Az nagyon jó. Jaj, csak ez a két darab izé, örvény, az 40 ezer volt kb. Vagy 30 valamennyi. És raboltunk egy hajót, plusz igazából megadott egy összetük van, de... Azt szerintem max ilyen 4-5 ezer lett volna. És valahogy hülyeség szerintem egy picit, hogy érted, hogy megaladom ki gyerek és 4-5 ezeret kapott csak. Nem a legvadabb. Eladtunk mindent amúgy, nem? Mehetünk a vihar felé. Nagyon kérdezzük, hogy ez mennyi pénzt ad majd. Valaki azt mondta, hogy 60 ezeret, valaki azt mondta, hogy 100 ezeret. Hát ez hogy lehet? Lehet random. Hát... Twitch-et. Fú, de jól néz ki ez a... Ja, az estében már iszonyan dorvácot. Én durván fog kinézni a hajunk, hogy az összes fény fenn lesz. Egész világítani fog. Én ott lesz, mint egy szellemhajó. Ja. Megvan itt a koponya, igaz? Megvan. Ja. Na jó. Ha távolodik tőlünk a vihar. Szembeszél lesz, úgyhogy... Nem lesz egyszerű. Merre van a vihar? Amerre most nézünk. Ja, látom.